Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Filmnéző Podcast, ezúttal 36. alkalommal. A szokásos csapatból itt van velem Tom Lyon. Üdvözletem. Itt van velem Filmdoki is. Konnichiwa. És van egy visszatérő vendégünk is méghozzá Black Sheep személyében. Sziasztok! És tudom, hogy ez a magyar filmes podcast széna eléggé egy szubkultúra, de ha netán lenne olyan hallgató, aki nem tudná, hogy kicsoda a Black Sheep, aminek elég sandák az esélyei, akkor azért mondd el, hogy Black Sheep téged melyik másik podcastben ismerhetnek. Hát például a Filmbarátokban, hogy említsek egyet, ahol elég sokat szoktam osztani az észt, és az egyetlen dolog, amiről ott nem nagyon beszélek, azok az animék. Illetve talán a Bad Movies-ról még hébe-hóba esetleg egy-két ember talán ismerhet, ami egy picit régebb. És ezt poénnak szántam, de igazából, ha belegondolok, valóban nem sokkal megy régebb óta a Bad Movies, mint a Filmbarátok egyébként. Az... Tehát igazából egy pár évvel kezdtük korábban, úgyhogy... Jövőre lesznek 10 évesek a Filmbarátoknál. Bizony, bizony, jövő januárban. Úristen! Ja. Ja, tényleg, meg ma van a Bad Movies-nak a 12. évfordulója, szóval gratulálunk ennek is. Köszönjük szépen! Legalábbis a felvétel időszakában. Igen, pont azt akartam mondani, hogy azért, ha nem marakod ki az adást, akkor ez nem lesz annyira epik, de igen, véletlenül igyekszem, gondolom. Igyekszem. Hát volt már olyan, hogy még aznap kirakta le el az adást, szóval fizetjük. Úgyhogy. Igen. Hát nem a Disney fizet minket. Tart, mert ha nagyon sokáig dumálunk, akkor letelik a nap, mire... Most már rárakom a szerverparkokat, és akkor beizítom őket, és akkor gyorsan feltölti. Úgyhogy já. És hogy ami miatt ezúttal összegyűltünk, az... egy kicsit különlegesebb a szokásos adásoknál, ugyanis egy filmstúdiónak a filmjeiről fogunk beszélni, méghozzá a Ghibli filmstúdiónak. Aki nem ismerné esetleg, az valószínűleg nem hallgatja ezt az adást, de ugye ez egy japán filmstúdió, amit Hayao Miyazaki alapított, és hát egy eléggé kult státuszú filmográfiával rendelkeznek. És nem egy filmjük beleégett ugye a popkultúrába is, valamint egy Oscar-díjat is bezsebeltek. Tehát azért nem kispályáznak, és ugye sokan ugye a távol-keleti Disneynek is szokták mondani, amire majd azért ki akarok térni. Kicsit később. Amivel nem teljesen értek egyet. És ja, még mielőtt akkor nem csak ez az egy adás lesz, amiben Ghibli filmekről fogunk beszélni, hanem most egy 2-3 hónapig havi egy ilyen adásba, így szépen lassan megpróbálunk végigmenni a filmográfiáján a stúdiónak. Nem kronológikusan, csak véletlenszerűen igazából kiválasztva a filmeket. Úgyhogy ja, és akkor mielőtt akkor belekezdésnek szerintem mindenki akkor elmondhatja, hogy hogyan áll az egész stúdióhoz, hogyan találkozott vele először, szereti-e a filmeket, nem szereti-e... stb. És akkor Black Sheep, mint vendég. Kezdjem én? A mondó vagyok, igen. Hát, hogy hogyan találkoztam vele, azt már nem tudnám megmondani. Nekem volt egy ilyen találkozásom az egész anime műfajjal, és ott láttam először egy jó, ez jó 15 évek körülbelül, lehet, hogy már több is, amikor láttam először az Akirát, a Páncélba zárt szellemet, és azok között láttam talán a Vadon hercegnőjét először, és aztán így jött a többi, tehát én egy idő, tehát elég hamar rájöttem, hogy itt van egy ember, ugye ez a Hayao Miyazaki, aki rendezi ezeket a... Tényleg ez szerintem nagyjából stimmel ez a távol-keleti Walt Disney, de majd beszélünk akkor még erről. De hogy így láttam egy-két filmeket, megnéztem a Totorót, Annó, a Nausikát, meg a, ugye... akkor tájt volt nagyon népszerű a Chihiro Szellemországban. Tehát az azért egy, itt Magyarországon is egy elég, vagy nem tudom, nekem több ismerősöm látta, sokan beszéltek róla, és így fölkaptam a fejem, hogy mi a vene. És ja, utána volt egy pár évvel ezelőtt, hogy megnéztem az összes filmjét a rendezőnek, mindent, amit rendezett, mindent, amit írt, még azokat is megnéztem, amikben csak ötletgazda volt, mert több ilyen filmje van. Ugye nagyjából az összes Ghibli stúdióban azért ő, vagy Ghibli stúdiós filmben ő úgy beletette a kezét, és hát azt kell mondjam, hogy
van sok filmje, amit nagyon szeretek, van sok filmje, amit nem szeretek, de úgy igazán rossz filmjét nem nagyon láttam ennek a stúdiónak. Majd beszélünk róluk egyesével, meg tényleg szerintem nagyjából ennyi. Jó, akkor Lion. Nálam az egész anime láz az még nagyon-nagyon-nagyon a legelején a Dragon Ball-ra kezdődött. Igen, eddig mentem vissza ahhoz, hogy felvezessem ezt az egészet, és akkor a német RTL 2-n így folyamatosan adták a különböző animéket, a shoneneket, a neverending shoneneket, meg egyéb különböző vagy harcos animéket, vagy egyéb vagy gyerekeknek, vagy felnőtteknek szóló animéket, és akkor úgy voltam már, hogy ezek tetszenek nekem, hogy sokszor nem értettem, hogy mit mondanak, de annyira mások voltak azokhoz a megszokott nyugati rajzfilmekhez képest, amiket addigra megszoktam, és akkor 2004-5 környékén, 2003 környékén nagyon zajos volt a német tévé is a Csihíró Szellemország miatt, és akkor néztem az előzeteseket, meg ajánlókat róla, és akkor hú, ez még azoktól az animéktől is furább, amiket addigra megszoktam, érdekelt is, és akkor volt, hogy valamelyik tévé adta a Chihirót, és akkor én néztem, és akkor egy büdös szót nem értettem belőle, ami azért akkor voltam kb. 12-3 éves, és akkor addigra már csak felfogtam az anime műfajjal kapcsolatban, hogy na ez mi lehet, valamilyen úgymond népi dolog, amit mi nyugatiak nem érthetünk, és néztem, és akkor tetszik, de nem igazán értettem, hogy miről szólt ez az egész, és akkor utána évekig nem néztem semmit, még megnéztem a Totorót még így néhány éve később, és akkor azt se igazán értettem, hogy mi olyan nagyszerű dolog ebbe, és akkor most így az adásra most a nagy részét így először láttam a Ghibli filmeknek. Szóval így nekem teljesen kimaradt ez az egész Ghibli felnövés, szóval ez még nagyon friss terület nálam. Még a Vadon hercegnőjét láttam még néhány éve ezelőtt, akkor az is nagyon tetszett. De ennyi. És akkor doktor úr? Én arra emlékszem, hogy a Duna TV vagy az M1 adta ezeket le jó pár éve, még valamikor a 2000-es évek második felében is. A Chihiro az megmaradt bennem is, hogy akkor nálunk is itt nagyon reklámozták, hogy mekkora anime, milyen jelentős alkotás, Oscar-díjas. Azt én akkor nem láttam, hanem szerintem én a Vándorló palotát láttam először. Így a Dunán vagy az M2 nem egyen. Az nekem nagyon tetszett, a látványa, a hangulata, tehát teljesen elütött ahogy mondta Lion is, a nyugati animációs filmektől a szemlélete ennek a rajzfilmnek. Utána láttam szerintem a Chihirót, azt viszont azóta nem néztem újra, úgyhogy az már így halványan él bennem, illetve a Laputát akkor gyerekként, ami szintén nagyon tetszett, és máig az a kedvenc Studio Ghibli alkotásom azokban, amiket láttam, és pár éve beszereztem a Budapest filmet, vagy a Best Hollywood adta ki ezt a Ghibli gyűjteményt, és akkor daráltam le még jó néhányat, illetve most néztem meg kettőt újonnan a stúdiótól, és azt tudom mondani, hogy tényleg hát valamennyire változó a színvonal, de mindegyik egy élmény, amit én eddig láttam a stúdiótól, és tényleg mi ez, aki Hayao pedig szívét, lelkét beleadja az ő rendezéseibe. Tehát a mondani való, az erős női karakterek, a repülés iránti szeretete az áthatja az egész munkásságát, én úgy látom. Úgyhogy nekem az ő rendezései eddig mindig élmények voltak. Uh-huh. Szuper. Lehel. Hát nekem ez az egész animés korszak még nem kezdődött el, amiről ti beszéltetek. Nekem nagyon sokáig nagyon taszított ez az egész műfaj. Ezzel sokan vannak így egyébként. És egyébként aztán Black Sheep hatására megnéztem a Paprikát és a Perfect Blue-t, és akkor úgy voltam, hogy hát ha ezek ilyenek, akkor ez fasza, akkor nincs itt gond. De azok nagyon nem Ghibli filmek egyébként. Meg úgy általában Perfect Blue. Persze, csak úgy megnéztem, és akkor így úgy voltam, föllelkesültem, és utána megnéztem egy
másik filmet, a Summer Wars című alkotást. Az nálam nagyon kiverte a biztosítékot. És igen? Akkor... Én imádom azt a filmet. Nekem nagyon anime volt. Tehát minden benne volt, amit, nem, amit taszított a műfajba. Ez tény. Az tényleg az. Nyári háborúk? Igen. Aha. Beraktam watchlistbe. Kurva jó film. Azt néz, aki szereti az animéket, az pótolja. Egyébként a rendezőnek, a Mamoru Hosodának nagyjából az összes filmje. Nagyon jó. Bocsánat, folytasd. Ja, csak és akkor most ugye februárban bejelentette a Netflix, hogy hát akkor megvették ezeknek a filmeknek a jogait, és akkor úgy voltam, hogy mindig szeretek nyitni újak felé filmek terén. Úgy voltam, hogy azért egy eléggé nagy név ez a Ghibli stúdió, hát akkor ideje bepotolni a filmeket. És ugye én ezelőtt egyedül a Chihirot láttam anno a tévébe kb. 8 évesen, és akkor egy szerintem a lelket is kiijesztette belőlem. Tehát azért ez a legtöbb film, szerintem azért ezzel nagyon mindegyikre rá lehetne tenni egy nagyon magabiztos 12-es karikát. Hát hogyne, hát mondjuk a Vadon hercegnője az azért erőteljes, az inkább 16-os, nem? Tehát ott igen, azért nagyon durva dolgok történnek. Én azt nem mutatnám meg egy kicsitnek. Semmiképpen nem. Így lestem, hogy való, azért ez, mi az, akitől egy kicsit durva egy pár jelenet. Igen. Igen. És úgy általában, tehát hogy olyan szempontból, tehát ha jó, mi az, aki személye, mint Japán Walt Disney, azt úgy értem a hasonlatot, de mint filmstúdió szerintem nagyon-nagyon más dolgot képvisel a kettő. Mert maga Miyazaki is többször mondta, hogy ő nem tartja magát Walt Disneynek, szóval igen, azért ezzel ő is tisztában van. Tehát még nincs tudathasadása, ez megnyugtató az. Igen. És az, hogy, tehát, hogy én nekem az jött le ebből a 6 filmből, amit most megnéztem az adásra, hogy tehát ezek nem gyerekfilmek. Egyedül a Totoróra talán még azt mondanám, de szerintem ahhoz, hogy azt teljesen értékelni, vagy felfogni lehessen, tehát ahhoz se fogja egy 8 éves úgy felfogni, hogy ott mi történik a háttérbe. A többi pedig tényleg, tehát ezek szerintem nem gyerekfilmek. És ugye míg a Walt Disney animációs filmek azok, attól függetlenül, hogy ezt nagyon sok felnőtt is nagyon jól tudja élvezni, azok gyerekfilmek. Úgyhogy én szerintem ez egy markáns különbség már a kettő között, és így itt tényleg ez a 6 film alapján, amit én most így megnéztem az adásra, szerintem is azt a mondani, amit már mondtatok korábban, hogy mik a színvonal nem is egységes, egyik film se volt olyan, hogy azt mondta volna, hogy ezt ne érte volna meg megnézni. Hát nálam egy azért volt. Igen, mondjuk egy van ebben a listában, ami azért, de majd szerintem oda, el fogunk jutni oda. Igen, én... Ami nálam is kicsit kicsapta a biztosítékot. Közben egy olyat kérdeznék, hogy a Disney akkor eladta a forgalmazási jogokat? Mert a Studio Ghibli filmeket a Disney forgalmazta. Amerikában. Hát szerintem... Igen, szerintem most ez nem Amerikán kívül a világon most a Netflixen megnézhetőek. Szerintem azért, mert a Disney Plus-nak a témájához, meg a rendszeréhez nem passzol bele az ottani célközönségnek, és akkor szerintem ezért lehet, nem? Bár szerintem Totoro még mindig cukibb, mint Baby Yoda, de mindegy. Igen. Egyébként ebben van valami amúgy. Van még egy olyan anime itt a Studio Ghibli-től, ami szerintem simán gyerekkel megnézhető, az nekem a szerintem. Nem hallom. Kiki a boszorkányfutár. Ja. Azt én is akartam mondani, csak ugye nincs a listában, mert gondolom akkor azt majd később, de vagy másik adásban beszélitek, de hogy a Kiki a boszorkányfutár az abszolút egyébként, és én még a Laputát azért talán igen, tehát az szerintem fogyasztható. Én azt gyerekként voltam volna, mint az ő. Igen. Pontosan, én is. Szerintem azt túl későn láttam a Laputát. Kalúzók, meg a gyerekszereplők azok mind olyan, hogy... Nagyon mozgalmas, nagyon sok akciójelenet van benne, nagyon sok helyszín, tehát az még szerintem oda tehető. Abszolút. Hát nyilván nem család? Feltétlen, na, csak úgy az összképből nekem az jött le, hogy... Egyébként ez igaz, tehát nem is feltétlen az, hogy a... Tehát nem egy az egybe... Disney, tehát nem egy az egyben arról van szó, hogy ők a távol-keleti Disney, vagy japán Disney, mert azért a Ghibli stúdióra én sem mondanám ezt, hát például a Ghibli stúdió csinálta a Szent János Bogarak sírját. Na, az annál kevésbé Disney film nincs. Nem tudom, azt láttátok-e, de az hát... Olyan, az a film olyan, mintha a Disney finanszírozta volna a Schindler listáját.
Hát nagyjából igen. De ha úgy tekintünk az egészre, hogy Disney, mint stúdió, mert ő is gyártott filmeket, és akkor ilyeneket ő forgalmazott, hogy az utolsó esély Amerikában talán a csillagközi inváziót, meg ezeket, akkor úgymond... Jó, de most nyilván nem erre gondolunk, tehát most azért itt a Disney animációs részlegről. Igen, animációs persze, de szerintem ezt a hasonlót csak arra értik általában, hogy mindenképp olyan tartalmat akarnak nyújtani, ami tanulsággal szolgál a fiataloknak, vagy már a felnőtt korhoz közeledőknek. Igen, igen. Egyrészt meg kicsit inkább én azt gondolom, hogy ezek ilyen Disney filmes szerkezetű filmek. Tehát tényleg abszolút jó, mondjuk itt sem minden, tehát mondjuk a Totoro-ra azra szerintem rá lehet mondani, hogy ilyen Disney-szerű alaputára egyértelműen, mondjuk a Nausicaa-ra nem mondanám, hogy Disney-szerű, de egyébként ezek annyira nem, tehát a Chihiro, a vadon hercegnője, a Ponyó, ezek már inkább. Ezekről most nyilván nem fogunk beszélni, de ezekre például abszolút rá lehet ezt fűzni, meg a Kiki a boszorkányfutár is abszolút, csak ezek ilyen kicsit ilyen japánosított, ilyen csúnya szóval japánosított Disney filmek. Tehát olyan, mint egy Disney filmet néznél, amit Japánban csináltak a japán közönségnek, és ettől lesz nagyon egzotikus, és szerintem valószínűleg rosszul mondtam az előbb, mert nem a Chihiro volt az, amit én akkor, vagy amiről akkor beszéltek, hanem pont a Vadon hercegnője, mert én elfelejtettem, hogy az is volt a magyar mozikban. Azt hiszem, hogy csak az a kettő volt. Majd, mert a Széltámad is volt, bocsánat. Meg de hogy leadták a Nausicaa-t is vágva 87-ben. Jó, de úgy, akkor bocsánat, akkor úgy értem, hogy mondjuk a 2000-es évek után. Ja, értem. Ami nekünk igen, számít. Ami nekünk, amit még mi láthattunk. Ja, értem, azt hittem összegészében érted. Nem, hát nyilván ott többen voltak, de hogy a Vándorlópalota kapcsán sokat beszéltek a Chihiro-ról egyébként, és azok a filmek, azok szerintem olyanok, mint hogyha egy Disney filmet néznél, csak így japánosítva. Nyilván azért, hogyha mondjuk a stúdió születéséig visszamész, az ilyen Nausicaa és Laputa, ott azért kevésbé. Ott még nem volt ez annyira szerintem kiforva, mint manapság, de mondom, ez a Chihiro, Vándorlópalota, Ponyó, ezek abszolút olyanok. Ami nem baj egyébként szerintem, mert nekem ez mindig is egy ilyen kedves dolog volt. Más kérdés, hogy én nekem ez valahol mindig pont a két véglet között volt, tehát a nyugati, tehát még nem nyugat, vagy már nem nyugati, de még nem japán, és így a kettő között ilyen fura filmek ezek, amik pont ettől sokszor szerethetőek, de pont ettől sokszor inkább furák, mint szerethetőek. Ez szerintem is. Az, hogy, igen, ugye, hogy ezért van az, hogy igazán engem soha nem nyűgöztek le. Egy kivétel van, amit a mai napig imádok, és most újra néztem, mert itt van a hat között, és az valami zseniális, de úgy összességében én mindig azt gondolom, vagy én mindig inkább ezt így távolról tiszteltem a Miyazaki munkásságát, hogy tényleg leborulok előtte, nagyon, nagyon egyben van, nagyon konzisztens, de annyira nem érzem, hogy ez nekem szól. Én jobban szeretem a japánabb animéket, mint például a Summer Wars-t, vagy a Satoshi Kon animéit. Egyébként most belegondoltam, hogy a 80-as évek végén az emberek beültek, a magyar emberek beültek a Nausicaa-ra, lehet, hogy cenzurázva volt, de akkor is az, ami ott abban a filmben zajlik, a 80-as évek magyar emberének, most belegondoltam, mintha a szüleim mentek volna el 20 évesen arra a filmre moziba. Mondom, úristen! És az volt? Tehát azt mondtad, hogy az volt magyar mozikban? Igen, én utána olvastam, 87-ben vágva leadták, készült hozzá egy szinkron, a Vico még forgalmazta, és aztán 2007-ben adták ki teljes változatban. Azért ebbe így belegondolni eléggé durva. Hát azokat a reakciókat én is megnéztem volna. Igen, és ez még a Dragon Ball-os elmebaj előtt volt. Pont. Igen, 87. november 19-e IMDb szerint a premier. Wow. Úgyhogy ezt leadták. Csak hát ugye nálunk sok mindent így megvágtak ilyen téren, ami távol keleti. Azért kellett nekem németül nézni az animéket, mert ott általában vágatlanul adták, és végigadták a Dragon Ball-t, szóval a Magyarország összes része az nem tudta, hogyan végződik a Dragon Ball, én meg néhány barátom pedig tudtuk. A haverjaim nem tudtak németül, és akkor átjöttek hozzánk, én pedig tolmácsoltam nekik, hogy most mit mond Dermesztő, meg ilyenek, ó, szép idők. Közben nekem az jutott eszembe, hogy hasonlítják ugye a Disney stúdióhoz, de aki ez még talán lehetne, Dombla rajzfilmjai. Őslények országa, Minden kutya mennybe jut, Anasztázia, hogy az nála volt ez meg, hogy ugye a Disneyből vált ki,
sokkal sötétebb, komorabb hangvétellel, de általában is ugye a fiatalabbakat célozta meg. Tehát tartalmilag talán hozzáhúz. Igen, azt ezek én azt rábólintanék én arra. De igen, mondjuk egyébként abszolút jogos. Ezek azért annál pozitívabb, vagy hogy mondjam, kevésbé szomorúak. Tehát itt mindig a befejezet, tehát egy mi az, aki film után mindig úgy kezd föl, hogy wow, ez rohadt jó volt, és föl vagy dobva, még akkor is, hogyha mondjuk éppen a Nausicaát nézed, ahol azért elég borzasztó dolgok történnek, de a befejezés az mindig pozitív. Egyébként jogos. Csak ha már pozitív dolgok, akkor szerintem kezdhetjük az első filmmel, ami egy nagyon kedves film, és a stúdiónak a jelképe lett, és talán egyik legismertebb filmje is a stúdiónak. Ugye a Totoro, a varázserdő titka. Vagy Tonari no Totoro. Japánul. Úristen, de tényleg komolyan gondoltad, hogy angolul is, vagyis japánul is mondod. Igen. Vagy japánul mondom, angol akcentussal. Úgyhogy, jó. Igen, ez a egyik hát korai filmjük. Még, de ez egy olyan, ami gyerekek számára egyértelműen befogadható, és én kicsit nem is csalódott, de hogy nagyon nem azt vártam a filmtől, amit kaptam végül. Tehát én meglepődtem, hogy maga a címszereplő milyen keveset szerepel benne. Meg hogy a végső megoldás se a Totoro figurája igazán, nem ő hozta. Igen, tehát hogy így csak úgy ott volt, és így tök jó volt, meg az... Tehát én szerintem, ami ezt a filmet olyan híressé tette, az egy jelenet ott a busz megállóban. Hát meg a figura, meg, annyira meg, egyedi. Meg egy rohadt jó design, és az a jelenet meg tényleg zseniális. És amúgy meg ez egy klassz film, de meg aranyos. Meg szép, de... Egyébként még a nézőknek, vagyis a hallgatóknak még megemlíteném, hogy spoileresen fogunk a filmekről beszélni, szóval, hogyha nem láttad egyiket se, akkor ne ez az adás legyen az, ahol először hallasz róluk. Igen. Bár egyik film se, egyik filmnek sincs olyan sztoria egyébként, hogy most úristen, micsoda a fordulatok, de tehát inkább, de mondjuk azt tetszik bennük, még visszatérve így az összesített dologra, meg már említetted, hogy a Totoróban is van egy jelenet, ami tényleg, tehát ez a macskabuszos jelenet, az tényleg zseniális, tehát az annyira hangulatos, annyira meg tud ragadni egy érzést az a jelenet. Imádom azt a képsort. És mindegyik filmben van legalább egy ilyen jelenet, ahol csak ülsz, és így teljesen megszűnsz létezni. Vagy megszűnik a külvilág, és csak nézd, és wow, így ez az egyetlen gondolatod. Minden egy, még a legszarabban is volt ilyen, amiről majd most fogunk beszélni, majd nem sokára fogunk beszélni. Az a legvégén van, nem tudom, hogy melyikre gondolsz. Én sejtem, hogy szerintem melyiket fogja Black Sheep mondani inkább. Szerintem jól sejtitek. Tehát az. Nézzétek végig a listán, és igen, az. Mi? De... Tényleg ne? De. Hát meg jó, hogy. Na mindegy. Ez egy kicsit sokként ért. Na mindegy. De lehet, hogy nem ugyanarra gondolunk, ha ennyire sokként. Majd előbb-utóbb kiderül, majd figyelj, majd vicces lesz, odaérünk, és nem az lesz, akire mindenki gondol, de most már csak azért sem mondja el senki. Most már nem mondjuk el, igen, hogy melyik a kakuk tojás. Egyébként én nem szeretem ezt a filmet, tehát tudom, hogy most akkor itt kiszállhatok, és soha többé nem ragadok mikrofont, és elbújosom egy barlangba, de én nem szeretem ezt a filmet. Én rengetegszer láttam ezt a filmet, tényleg nagyon-nagyon sokszor, mert nagyon sok ismerősöm szereti, és próbáltam neki esélyt adni, ez nekem nem jön át ez az egész. Tehát pont azért, amit mondtál, hogy nem történik benne semmi. Nem. Tehát így, de nem rossz, tehát nem azt mondom, hogy rossz, csak hogy ez a film úgy van. És így nézed, eltelik egy óra, jön a macskabusz, tök jó, aztán eltelik még fél óra, és így vége. És így semmi nincs az egész filmben. Mondjuk még az egy aranyos jelenet, amikor összeismerkednek, amikor először szerepel a Totoro, amit utána... De az 40 perc után történik, tehát... Igen, igen. És annyira rohadtul cuki ez a film, hogy az már engem irítál. Tehát túl cuki. Egyébként az, amikor megismerkedik a kislánya Totóval legesztőnek, az lemerem fogadni, hogy a South Park az innen vette azt. Innen vette, persze. A katolóval. Igen. Az innen van, persze. Akkor jól tudtam, mert annyira ugyanaz volt. Ugyanaz. Csak ugyanaz innen az lehet. Egész, igen. Azt innen vették, igen. Nekem ami nagyon megmaradt, és ami miatt
tetszett, az a kreativitása, tehát a lényeg, a technikai megvalósítás, tehát szerintem mondjuk ez mindegyik Ghibliről elmondható, az animáció, hogy perfekt, meg az a szál, ami a nagyobbik lányka, meg a biciklis gyerek között van. Azon így jól szórakoztam, ez a, hogy a gyerek nem meri megszólítani, meg eleinte így gúnyolják egymást, de tényleg ez a film olyan, hogy mennyi, kb. Másfél óra? Nincs annyi se. És még annyi se is, van egy minimális cselekménye, de semmi. Tehát nézed, aranyos, kedves, a végén megoldódik egy probléma és viszontlátása, és tényleg a cica busz jelenete az, ami nagyon ikonikus, meg a busz megállós, az tényleg, hogy meg van valósítva, az hihetetlen, meg Totorónak a Totoró, mint figura, elképesztő nagy arc. Úgyhogy... Én nem számítottam rá, amikor elsőnek láttam, hogy úristen, ilyen mély, szörnyű hangja van. Én, hogyha kisgyerekként meglátnék egy ilyen túlméretezett nyuszit, ilyen mély hanga, én azon a sírva elfutottam volna onnan. Hogy úristen, szörnyetek! Igazából ez a film annak egy remek példája, hogy ahhoz, hogy beleégj a popkultúrába, elég egy jó design. Tehát, mert igazából ez azt... Bocsi. Csak hogy ez azt bizonyítja, úgymond, mert hogy maga, most ha ezt a filmet helyettesített Totorót egy ilyen, tényleg egy ilyen középszerű akármivel, akkor lehet, hogy így, hogy mondjuk a feledés homályába veszik idővel, és mondjuk lehet a Ghibli stúdió se lesz az, ami ma. De így ugye egyből megragadt az emberekbe, ugye a stúdiónak a logója is ez lett, és tényleg azért, tehát ezt még ugye a átlag halandó emberek is fölismerik, ha megmutatunk nekik egy ilyen képet Totoróról, akkor egy valami dereng nekik, hogy látták már korábban. Ja, például a Toy Story 3-ból, hogy jé, ott van az... Igen, a Toy Story 3-ban az aranyos volt, meg... Hát ez körülbelül, mint a Mickey Egér a Walt Disney-nél. Tehát, hogy ez Japánban kb. Olyan szint. Tehát abszolút tényleg mindenki felismeri, meg tényleg ez abszolút így átjött nyugatra is ez a lény. Nem tudom, tényleg, tehát nem akarom bántani a filmet, mert tényleg nagyon aranyos, meg nagyon kis kedves. Ez a legjobb szó rá, hogy olyan kedves. De úgy tényleg az ember így elindít egy filmet, még ha az alapvetően egy mesefilm is, arra számítana, hogy majd történik benne valami. Bevezetés, tárgyalás, befejezés. Tehát. Igen, hogy így valami majd, és akkor a végén történik valami. De hát basszus. De az meg semmi. Semmi, szinte. Igen. Ami történik, az is semmi, hogy a kislány meg akarja látogatni az anyukáját. És még akkor... Mondd csak, bocsánat. És akkor elvileg van néhány út, kettő út talán, hogy ami elvezet a kórházba, és akkor egyik ember sem ment arra azon az úton pont. Szóval a kislány, aki nem nagyon tud szerintem tájékozódni, nagy valószínűsége a legegyértelműbb, a legnagyobb úton mente, hogy eljusson a városba. És akkor senki nem kereste az egyértelmű úton, és akkor kellett a mozgabusz ahhoz, hogy eljusson oda, ahol a testvére valószínűleg futva is utolérhette volna. Hogy még így a nagy megoldás se olyan hű, de nagy megoldás, és akkor felmerült bennem egy elmélet, hogy mi van, hogyha ezek az isteni lények, mert Totoro, meg ez a macskabus ilyen busz ilyen isteni lényeknek számítanak, mert Japánban köztudott, hogy ők nagyon vallásosak, a természet szeretők, meg ilyenek, és akkor mi van, hogyha ezek valójában tényleg meg se történtek, és ez így a második nézésnél akkor merült fel ez bennem, amikor a lányok a Totoróval nyújtózkodnak, és azt akarják, hogy az elültetett makkok kibújjanak. És akkor az éjszaka folyamán szép nagyra nőnek, és akkor másnap reggelre csak épp hogy kibújtak. Hogy mi van, hogyha ez olyan, vagy az fejükben zajlik le, mert trauma érte őket az, hogy már hetek, hónapok óta nem látták az anyukájukat, magányosak, és akkor nem találkoztak vele, eléggé fiatalok is ahhoz, hogy még ilyen erős képzelőerővel rendelkezzenek, és akkor azt, hogy tudják, hogy ezek az isteni lények úgymond létezhetnek, könnyebben el tudják fogadni azt, hogy van egy ilyen túlméretezett nyuszi, aki szörny hangokat ad, de kedves. És akkor lehet, hogy ez valójában meg se történt, a kislány is csak elfutott odáig, hogy megtalálja ő testvérét. Én legalább, nekem legalábbis ez jött le. Egyébként van egy ennél sokkal durvább elmélet is,
Csak ezt félek megosztani, mert tönkreteszi a filmet azoknak, akik szeretik. Tehát akik szeretik a Totorot, azok inkább ne figyeljenek ide, de van egy olyan elmélet, ami egyébként csak elmélet a mi az, aki is, és mindenki, aki dolgozott a filmen, az tagadja. Tehát hogy ez elvileg nem igaz, de nagyon durván egybecseng minden, hogy valójában a Totorók azok, mert hogy ja, bocsánat, a Totoró az nem a nagy lény, hanem a Totoró az a faj. Egyébként ezt most tudtam meg, én is nemrég, hogy a kicsi kis Totorók, a kis nyuszik. Aha. De mindegy, tehát hogy a Totorók, csak hogy ezért mondok több eszámot, a Totorók azok a halott lelkeket kísérik a túlvilágra, és hogy a kislány valóban meghalt a végén, és a nővére is meghalt, és hogy ők azért látják a Totorót, mert hogy a haláluk már nem sokára bekövetkezik. És ugye a film végén, amikor ott vannak a fán, és az anyukájuk is látja őket, aki szintén haldoklik, ugye, egy halálos betegségben szenved, akkor érted meg, hogy igen. Papíron még azt hiszem az utolsó jelenet, ha a stábistát nem is mondja. Hogy az anya is látja őket, és nem tudod, hogy csak a lányokat látja, vagy látja a Totorót is, de szóval vannak ilyen elméletek. Őszintén ez így... nekem tetszik. Egyébként nekem is tetszik, de én elmondtam olyan embernek, aki szereti a filmet, és elküldött a halálba. Egyébként joggal, de mondom, ez valószínűleg nem igaz. Van egy ilyen plusz info, ennek nem néztem most utána, bocsánat, de lehet, hogy hülyeséget mondok, de hogy történt egy hasonló eset Japánban régen, ahol két kislány meghalt. Szerintem, hogy egy találkoztak ilyen óriás rájon. Ilyenről nem tudunk. De lehet, hogy csak Dwayne Johnson volt az, és akkor simán előfordulhat. De nem, tehát volt egy ilyen eset, hogy eltűnt egy kislány, és holtan találták meg, és hogy mi az, aki tudhatott erről. És akár tudat alatt beleírhatta ezt. Nem biztos, mondom, ez csak egy ilyen elmélet. Az viszont, az mondjuk kicsit ellenne szól, hogy állítólag a mi az, aki merített. Mint ahogy az összes filmjében merítette a saját gyerekkorából, ő is az öccsével elköltözött egyszer egy ilyen vidéki, nagyon nyugodt, nagyon a természet lágyölén lévő vidékre, és ezeket az emlékeit írta meg a filmbe, vagy írta bele a filmbe. Egyébként nagyon sok, tényleg az majdnem mindegyik filmjébe beleírt saját vonatkozású sztorit, és az ő anyja is tuberkulózisos volt akkor. És ugyanúgy látogatták. Csak elvileg, ha jól emlékszem, valami olyasmit olvastam, hogy azért kislányok a főszereplők, mert nem volt lelki ereje úgy megírni a sztorit, hogy két fiú legyen, mert akkor az túlzottan is emlékeztetné a saját gyerekkorára. Úgyhogy valószínűleg tényleg egy hoax ez az egész halálistenes dolog, de azért elég érdekes sztori szerintem. Most néztem biztos... az IMDb-n egy képet a filmről, be is raktam ide a Discordra itt, minthogyha keverték volna a két kislányt, hogy a nagylánynak a ruhája, a kislánynak a külsejével, vagy magasságával, ez fura. Ugye ilyen koncepció lehetett még az elején. Korábbi ennek én, mikor megnéztem pár éve után olvastam, és ez még ott nagyon az elején készítették, és utána ez lett a közismert. Aha. A DVD borítón is ez van egyébként, azt hiszem. Hát most így megláttam, és ez fura, hogy a két lányt így egybe gyúrták. Meg akkor a Black Sheep így mondtad az elején, hogy nem teljesen anime, meg nem teljesen nyugati. Hát a két kislánynál nagyon érződött, hogy azok a folyamatosan kiabálnak, örülnek, és... ahhoz nem elég nyugati ahhoz, hogy elfogadjam, viszont nem elég japán ahhoz, hogy annyira ne idegesítsem, mert ami full Japánban nyomja az idegesítő lányokat, ott általában örülök, hogyha idegesítenek, vagy csak simán elfogadom őket, itt viszont nagyon zavart, hogy ezek nem nyomnak még be, hogy még jobban, hanem az pont a tisztes középúton vannak, hogy kedvesnek tűnjön, de mégis idegesítsenek. Ez lehet, hogy a magyar szinkron hibája, nem tudom. Azt tudom, hogy most láttam másodszorra, meg utoljára a Totorót, szóval én ezt nem akarom még egyszer megnézni. Ja, ez az egy volt, amit nem néztem újra. Tehát tényleg annyiszor láttam már ezt a filmet, hogy egyszerűen a fülem eljön ki. Igen, nagyon sokat sipákolnak az elején a kislányok. Ott a házba körbe-körbe rohangálnak, mert folyamatosan üvöltenek. Igen, hát ez ilyen.
Egyébként annyira érdekes volt, mikor én pár éve néztem, hogy a Nausicaa és a Laputa után egy ilyen jellegű. Annyira előtt szerintem stílusban, hangulatban, és hogy pont ez lett úgymond az egyik legkultikusabb, kiemelkedőbb. Hát egyébként a mi az, aki biztos, hogy nem egy hülye ember, úgyhogy lehet, hogy pontosan tudta, hogy ugye akkor alakult a stúdió, ugye 85-ben, és akkor utána igen. csinálta a Laputát, ha jól emlékszem. Igen, az első Ghibli. Igen, igen, és utána ezt, tehát szerintem a Laputa után úgy gondolta, hogy kell valami meszkát, valami, ami valami felismerhető, tehát valamit be kell vinni a köztudatba. Lehet, hogy marketingesek is voltak a háttérben. Lehet, azt csinálta, mint Michael Bay a Transformers-ekkel, hogy azért csinálta, hogy a többé legyen pénze. Oké. <Okay. gül> Tessék, mi az, akit most már nem csak a Disney-hez, hanem a Michael Bay-hez is hasonlítjuk. Igen, ez messzire indítottad azért, de jó. Hát, ha úgy nézzük, a kokain, az beleszámíthat itt néhány Ghibli filmnél, szóval miért ne? Például a Chihiro-nál. Ja. Na jó, az a Chihiro. Azt a drogot én is szedném, ami a Chihiro. Újra kell néznem, mert emlékszem, hogy akkor nem tetszett, és most nem tudom, hogy tetszene. Ne aggódj, legközelebb újra fogod. Hát újra fogom, az biztos. Egyik kedvencem a Chihiro egyébként, az nagyon jó az a film. Ja, úgyhogy mondom, én tökre el tudom képzelni, hogy valakit ez így el tud kapni ez a film, tehát hogy így jó neki. Meg tudja érinteni. Jó neki, igen, irigylem, tényleg. Úgyhogy, ja. Akkor menjünk tovább a Vadon hercegnőjére, vagy a Mononoke Himére, amit Doki is először látott, úgyhogy akkor átadom most neki a szót kicsit, hogy milyen volt így elsőre ez a film. Hát ezt én már nagyon régóta halogattam, és abszolút egy fantasztikus élmény volt, ami engem megfogott rögtön az a hangulat. Én mindig nagyon szeretem, amikor úgy viszik vissza, vagy úgy helyezik el a történetet, hogy mintha nagyon régmódban játszódna, amikor még itt is ugye ki van hangsúlyozva, hogy az emberek meg az állatok együtt éltek, de már megtörténik ez a szakadás. Kicsit az Avatar jutott eszembe róla, nem tudom, nektek ez beugrott-e közben. Uh-huh. Nagyon sok ez a termés. Ismerős elem visszaköszönt szerintem a filmből. Amit vagy igen, a film igen, előtt, vagy film után, de már láttunk. Tehát... Igen. A hossza szerintem most nekem nagyon feltűnt ez a több mint 2 óra. 2 óra, 13 perc talán. Igen. Az megülte, úgymond a gyomrom. A Nausicaa-nál jobban kijött, hogy egy picit kevesebb, és mondani valója nagyon hasonló, ugye. Tetszett főleg, hogy nagyon epikusnak hatott az egész összegészében, tehát az, hogy a szálak így szépen elindulnak, aztán a végén összeérnek. A mondani valót azt ezáltal én azt hiszem, hogy kimaxolt a Miyazaki. A főszereplő szimpatikus volt, bár néha nekem kicsit furcsa volt, bár szerintem itt előjön az, hogy ez a keleti szemlélet, hogy ez a nagyon pozitív a főhős, a fiú, hogy mindenkin segíteni akar, és senkinek sem akar ártani. Úgy látom, hogy egyszer sem akart kamehameházni, ha már Son Goku a főszereplő. Aki nézte Dragon Ball magyar szinkronra, az tudja a poént. Ja, emiatt. Ó. Akkor én ezért nem értettem, jó. Lipai László számomra mindig is ja. Son Goku marad. Lipai László az egyenlő Son Gokuval, szóval. Bármilyen filmben hallom újra, ő Son Goku marad, szóval. Kobra 11-ben. Bár ami visszatér, hogy ami meglepett, hogy Mononoke hercegnő nem nagyon szerepel. A címszereplő egyik filmben se szerepel sokat. Eddig ez a tendencia. Úgyhogy, igen, igen, eddig ez a tendencia. Ez kifejezetten meglepett meg, hogy talán ő, mint ugye mi az, akinek a női főszereplők ki vannak dolgozva, meg hangsúlyosak, kicsit halovány volt, úgymond. Szerintem is. De szerintem ez azért volt, mert nem ő volt a főszereplő. De mint női főszereplő, ugye központi női szereplő. Hát igen, csak ugye a többi filmjében most a Laputánál szerintem, tehát hogy központi volt a női főszereplő, ebbe így ő volt a legfőbb szereplő női szereplő, de én nem mondanám főszereplőnek. Hogyha nem tudom, hogy érted-e, hogy mire jó, gondolom. De a legtöbb Miyazaki filmnél is, amiket láttam ott is, hogyha egy női szereplő az mellékszereplő volt, akkor is voltak ilyen
főszereplős pillanatai, jelenetei, fontos jelenetei itt is megvoltak, de ahhoz képest túl későn jön be, és nagyon gyorsan ide-oda vált oldalakat, de amúgy mindegyik karakterről is elmondható ez, főleg Ashitáról, nem tudom, nekem is túlzotta ideális volt ez a történethez, ahhoz képest, hogy milyen sors vált rá, hogy ez a démoni erő ráragadt a karjára, és akkor a halálán van, és akkor ennek ellenére nem az elsődleges számára az, hogy a gyógyit megtalálja, hanem elsőnek segít nekik, holott nem az ő nem neki kéne az ő háborújukba beleszólni szerintem. Szerintem így a Momonosuke neki kellett volna szerintem ennek a történetnek a főszereplőjének lenni, és hogyha Ashitaka így bejön, mint mellékszereplő, az szerintem érdekesebb dinamika lett volna. Nekem ez volt a hiányérzetem. Amúgy én a film nézése közben még azon gondolkodtam, hogy sokkal jobb cím lett volna az erdő szelleme. Uh-huh. Hogyha már ennyit emlegették, hogy ugye az áthatja az egészet, szerintem egy picit erősebben illeszkedett volna az egészhez. Meg itt mondtad, hogy nem annyira erőteljes későn jelenik meg. Hát ugye a Vasvárosnak az úrnője is volt legalább annyira karizmatikus nő, meg az a rózsaszín ruhás volt prosti. Tehát még ő is markánsabb volt néhány pillanatban, mint... Ja, ki lecseszte a férjét, amiért élve, mert haza jönni. Az kurva jó volt, igen. Ja, meg rosszul mondtam, nem Mononokénak hívják, hanem Szánnak, azt elnézést elmondtam. De amúgy összegészében nekem tetszett, mert tényleg nagyon megvolt benne ez a grandiózusság, amit néha még filmekben is ritkán lehet látni, csak a játékidőn lehetett volna nyírbálni, az a 2 óra, az már most sok volt. Szerintem még a fő szereplőre visszatérve, hogy az volt ugye a sztori, hogy tehát azért volt szükség szerintem egy ennyire valóban nagyon, nagyon pozitív főhősre, mert ugye az egész sztori az, hogy meg kell békíteni a szellemet. Akkor veheti le magáról ezt az átkot, tehát hogy a gyűlöletet kell megszüntetnie, és azt gondolom ez így valahogy jobban kijött, hogy egy ilyen karakternek kell ezt megtennie. Egyébként ez jogos, hogy a vadon hercegnője az nem szereplett, nem olyan, mint a Totoro, hogy így megjelenik, és azon uralja az egész filmet, és meszkat lesz belőle, viszont tök jobb bele passzol a sztoriba. Tehát ha elvonatkoztatsz attól, hogy elvileg itt ő a címszereplő, akkor igazából egy tökéletesen belepasszol, és megvan a szerepe, és érthető, megvannak a motivációi, ami egyébként mindenkire igaz, és szerintem nem zavaró. Most nyilván... ha valaki úgy ül le, hogy akkor a Vadon hercegnője című film, nem tudok róla semmit, és arra számít, hogy majd itt ő lesz a nagy valami, hát nem. Tehát itt ő is csak egy szereplő a sok közül, és engem ez egyáltalán nem zavart. Egyébként nekem ez az abszolút kedvencem, ami az, akitől ezt imádom, ezt a filmet. Ezt is nagyon sokszor láttam, de ezt még nagyon sokszor fogom is ellentétben mondjuk a Totoróval, mert ahogy mondtad is, abszolút ez a monumentalitás az, ami tényleg. Tehát ez ennél monumentálisabb animét nem nagyon tudok elképzelni. Mert egyrészt nyilván lehet mondani, tudom, a Dragon Ball-t, ahol bolygókat haigálnak egymásra, de hogy ez úgy monumentális, közben nem annyira elszállt. Tehát ez azért a földön marad végig. Igen. És az egyetlen dolog, amit én is kicsit sajnálok benne, az a hossza. És azt is meg tudnám mondani, hogy honnan lehetett volna kivágni azt a mondjuk 10 percet, amivel ez hosszabb a kelleténél, amikor a városban vannak az elején. Szerintem is. Az annyira nem tetszik az a rész, és ott és is vannak képest jó dolgok. Ahhoz képest a befejezés pedig el van kapkodva. Az utolsó 20-30 perc, annak kellett volna még plusz 10-20 perc szerintem. Nagyon gyorsan történtek. Én talán egyedül... Nekem azzal nem volt bajom, hogy gyorsan történnek, mert tényleg addigra már nem nagyon tudsz másra figyelni, mert azért az is igaz, hogy egyrészt a film első mondjuk 20 perce az azért büntet. Tehát az a nyitó jelenet a vadkannal, amit megszállt a démon, de most képzeld el azt, hogy
megmutatod a 8 éves gyerekednek a Totorót, és akkor egy nagyon tetszik neki, és azt mondod, hogy hú, hát ez a Vadó Hercegnél hasonló, és így berakod neki akkor utána, hogy ez is valami olyasmi lesz, hát szegény gyerek ott helyben megáll a növekedésbe. Tehát ami az első 20 percben történik, az annyira durva, hát ott lecsonkolnak embereket, gyilkolnak embereket, az a vatkan, amikor szétporlad és csontváz lesz belőle, alapból, ahogy az a vatkan kinéz, tehát meg attól szerintem 10 évesen rémálmod van. Kinek belőle és ízzik a szeme. Igen. Nagyon és azok a kukac, féreg, szar kígyók, vagy mik ott vannak körülött, és lejönnek róla. Igen. És szóval eszméletlen dizájnja van a filmnek, és szenzációs akciójelenetek vannak itt is. Mármint úgy itt is, hogy valamelyikről már említettük, nem a Totoróról. Ez most kicsit hülyén hangzott. A Laputát említetted. Hogy Laputát, igen, arról mondtam. Ja. Na mindegy, szóval, hogy tényleg nagyon-nagyon látványos, és nagyon sok szereplőt mozgat, nagyon jó világa van. Nagyon tetszik ez a... Ahogy a világot egybeszőtték a mondani valóval, hogy az emberek pusztítják a fákat, és butolnak el az állatok, de az állatoknak a úgymond védő szellemei felveszik a harcot, és tényleg ott van az a két város, akik ugye, az a két uralkodó, akik közül, ha jól emlékszem, az egyiket nem is látjuk talán. Ja, tényleg volt. Csak egy szóban van megemlítve mindig. Igen, mert csak a követét látjuk. Ott van az a nő, ott vannak, tehát rengeteg szereplője van, de valahogy mindenkinek megvan a helye, mindenkit el lehet helyezni, és az nagyon tetszik ebben a filmben, hogy mindig történik valami nagyon-nagyon epikus. És nagyon, tényleg az egész történetvezetése nagyon monumentális. Már a film közepén van egy olyan csata jelenet a vatkanokkal, ami így akármelyik másik animének a finália lehetne, és akkor még a valódi finália az még odébb van. És igaz, hogy egyébként nagyon pörög a film második fele, nekem sose volt követhetetlen, vagy én nem éreztem elkapkodottnak, talán az utolsó pár percet éreztem elkapkodottnak. Tehát amikor már megoldódik a dolog, jön az a csodálatos jelenet, amikor visszakapja az erdő szelleme a fejét, és tényleg így minden világba borul, és ott így nagyon hirtelen vége lesz a filmnek. Viszont ezt sokszor csinálja Miyazaki, igen, hogy a stáblistánál ott még tovább folytatódik a történet. És itt is ezt csinálja? Úgy emlékszem, hogy itt is ezt csinálja, vagy csak keverem a Nausicaával, mert azt meg nem, tegnap néztem újra. A Nausicaával azt most fejeztem, volt, de szerintem itt nem, azt reggel néztem ennek is a végét, és már nem. Akkor nem, akkor rosszul tudtam. Egyébként van egy másik fura dolog, ezzel lehet, hogy egyedül vagyok, de a Ghibli stúdiónak megvan egy alap, úgymond animációs stílusa, látsz egy karaktert, tudod, ez egy Ghibli filmből való. Ránézel és tudod. Oké. Okay. Viszont nekem itt ennél a történetnél ezek a gyerekesen kinéző karakterek nem működtek, mint hogyha a Totoróban lévő emberek átjöttek volna ebbe a világba, és nekem valamiért adás végén lesz még egy film, ahol ugyanez a bajom, hogy túlzottan gyerekesen néznek ki a szereplők egy ilyen komor világban. Hogy valamiért így kizökkentett ebből. Most is itt látom a főszereplő srácot, a Ashitakát az IMDb-n, hogy ott van, ül az állaton, a hátán, és akkor komolyan néz a távolba, és akkor én azt így nem tudom komolyan venni így a film közben se, hogy gyerekesen néznek ki, gyerekes humor van, és akkor ilyen hú, de komoly témákról van szó. Más filmek, például a Nausicaa, azt szerintem sokkal jobban kezeltem, mert az még az első filmek között volt, amit még a stúdió készített, és akkor komolyabban lehetett venni, de így a Totoro után, meg több ilyen könnyed hangulatú film után megmaradtak ennél az animációs stílusnál, vagyis karakter stílusnál, és akkor nem tudom, itt egy kicsit másfajta stílus, amit vagy Madhouse, vagy megint mások használnak, az jobban működött volna nekem ennél a történetnél. Ez nem azért van esetleg, mert itt alapból mind a két főszerep, hát akkor nem mondhatjuk feltétlen szánt főszereplőnek, de mind a két szereplő fiatal, és akkor itt meg is válaszoljuk azt, amit én felvetettem, hogy ők még ilyen idealizáltabb figurák, tehát hogy ez a tipikus, úgymond népmesei jellem, hogy a fiatal fiú az, aki képes arra, hogy helyreállítsa ezt a rendet. Hát mondjuk a
a vadonhercegnője az nem annyira idealizált. Tehát ő azért egy elég örlődő figura, sőt, ugye ő ki is akarja írtani a, igen, az embereket. Akkor rosszul fogalmaztam, Ashitakára gondoltam csak, de hogy ő mindenképp idealizált persze, és ugye Sanyu meg is tagadja, hogy ember. Uh-huh. Ő megölni rögtön. De Ashitakára talán pont ezért fontos, hogy ő fiatal, és akkor már a vadonhercegnőjét hozzá kellett igazítani. Ugyanakkor a vadonhercegnőjét én nem éreztem ilyen kisgyerekesnek, vagy hogy mondjam, ő az elég menő szerintem. De nekem viszont ez így a probléma, hogy általánosságban ez nekem is felmerült, hogy néha olyan hatásuk volt a filmeknek a karakterekkel, mint hogyha a Festi körkép közepére odarajzolnék két pálcika embert. Nagyon... Milyen jó hasonlat. Remélem, te nem mész a Festi körkép közepére, közelébe. Kicsit olyan hatása volt néha, és ennél a film egyébként szerintem mindent elmondtatok, tehát ami nekem is zavart, hogy az, hogy a végére én elfáradtam, hosszú volt. De eleje meg tényleg akkor átütött, hogy úgy voltam, hogy ha ez ilyen lesz végig, akkor ez 10/10, adjatok még ilyet. De... Egyéb. Nekem a csúcs még annyit akartam, hogy ez talán az volt ott, amikor volt az az akciójelenet, amikor a vadóhercegnője betört oda a bázisra. Még ott viszonylag a film elején. Na az annyira ilyen epikus, tényleg olyan volt, mint egy nagy költségvetésű mozifilmet nézne az ember a szó jó értelmében. És ott így nagyon magával szívott, aztán utána így azért kicsit lejjebb eresztett, de még mindig voltak benne rohadt jó dolgok. Nekem, ami még zavart, és ez egyébként most tűnt föl, ilyen apróságok, tehát a szövegkönyv az néha azért kicsit gyerekes, bár azzal nem értek egyet egyébként, hogy gyerekes poénok lennének a filmben, mert annyira szerintem nem, de tény, hogy maga, tehát ez egy Ghibli filmna, tehát most ez nem tudja megtagadni ezt, vagy letagadni, de néha azért gyerekesen van írva a könyv, és ez különösen annál a jelenetnél ütközött ki, most, hogy újra néztem, amikor először látjuk a követét a másik uralkodónak, és így ott van a társaival, és nézik az erdő szellemét, így a távolból csettenkednek, uh-huh. És így mondja, hogy na, most követhetjük, és mondja az egyik embere, hogy nem, ne menjünk utána, de ne viccelj már, itt van nálam a király, vagy a császár pecsétje, ami megengedi nekünk, hogy elvigyük neki a fejét, és tudod, ez úristen, baszik, amikor elmondja a csávó a teljes motivációját, meg hogy miért van itt, meg hogy mi a célja, tehát hogy ezt azért ennél elegánsabban is lehet, mint hogy konkrétan a szájába adják. Nekem animéknél ez már évek óta nem zavar. Ja, lehet, hogy én nézek kevés animét újabban. Igen, mert ez a rengeteg információ dömping szinte mindegyik ilyen fantasy-b Ghibli filmnél ott volt a legelején, hogy egy szöveg, és akkor felmondja a magyar szinkron, hogy na, ez a szituáció, és akkor ez fog történni, például tudom, megint előre ugrottam a Nausicaára, de az még frissen van bennem, hogy ott is a Nausica önmagába, saját magában, igen, beszél olyan dolgokról, amiket pontosan tud, csak nekünk a nézőknek mondja el, de amúgy a jelenetet tekintve semmi értelme nincs, hogy elmondja ezeket a dolgokat, amiket pontosan tud, mert abban a világban él. Vagy a animéknél ez már évek óta nem zavar engem, mert nem is vonok le ettől soha se pontot, mert igen, náluk így működik. És örülök is annak, hogy elmagyarázzák, mert amennyi információ dömpinget le kéne nyomniuk a torkunkon úgy, hogy vizuálisan, az nem érdekmeló lenne. És akkor inkább így egyszerűen elmesélik a szó. Hát nem tudom, nekem ennél a filmnél, ez azért, tehát ennél sokkal elegánsabb húzásai is vannak a filmnek, és itt engem egy kicsit zavart, de nem, tehát ez nekem se rontotta le, meg mit tudom én, az állatokkal, hogy beszélnek, de ott még elnézni, mert az állatok is ilyen furán beszélnek, de már mint a szellemek, az állatok szellemei, tehát amikor a vatkannal, meg a farkas beszélgetnek. Nem is feltétlenül arra gondolom, igen, ott a szájmozgás is fura, de azt még betudtam annak, hogy hát érted, ők félig telepatikusan, meg hát állatok szellemei, szóval na. Érted, most ki mondja meg a szellemnek, hogy ne úgy beszéljen én. Hát én aztán biztos nem. De hogy még betudtam annak, hogy valószínűleg ők a valóságban állathangokat adnak ki, annak formálják a szájmozgást, és valójában ugye mi azt halljuk, hogy mit beszélnek, de hogy ők is azért itt sokszor kimondják azt, ami történik, elmondják a nyilvánvaló dolgokat, elmesélik, hogy éppen kinek mi a motivációja, csak itt még úgy azt valahogy el tudom fogadni, mert mégse egy emberi lény mondja ezt egy teljesen emberi szituációban. Mm.
De mondom, ezek apróságok, meg tényleg ott az elején a faluban ott egy kicsit olyan fura az egész, tehát nagyon tetszik tényleg az egész filmnek a világa, és majd én is kicsit előre ugrok a Nausicaába, ott pont az nem tetszik, hogy ott nem nagyon látunk a világból semmit. Itt ellenben azért elég sok nyugodt pillanat is van, és olyan, amikor nincs akció, nincs éppen pörgés, hanem egy kicsit leülünk, viszont például ott az elején, amikor a városban vannak, ott az pont olyan nagyon japán, amikor ott nyomja a csajokkal azt a kőzölő vizét, és nagyon cringe az egész. Tehát ha már megmutatják, tehát örülök, hogy megmutatják a világot, akkor nem áll ilyen cringe módon. De ezek apróságok, tehát a film ettől függetlenül tényleg nagyon monumentális, nagyon, egy nagyon nagy epikus történet. Abszolút benne van a Miyazakinak a zöld darabos mondani valója, ugye a Greenpeace. Bocsánat. Most volna egy kérdésem, most így eszembe jutott, hogy a Ashitaka-nak a húga az adott neki egy kést. Azzal lett valami? Mert most így hirtelen nem emlékszek. Most így hirtelen eszembe jutott. Ez egy remek kérdés. És mindjárt újra nézzük, és az akkor az egész falus, falusnés az olyan, hogy igen, megismerjük őket egy kicsit, és utána eltűnnek a filmből, és akkor arra számítottam, hogy Ashitaka testvérével olyan jó volt a viszony, hogy az a kés, az muszáj, hogy valami legyen a film további részében, és talán a Sun az ő használta is talán, de nem vagyok benne. A Sun ellen használta, ha jól tudom, vagy ha jól emlékszem, abban a jelenetben, amikor ott, ugye, ott betörtek a faluba, szerintem ott azzal. És azzal csak az egy? Vissza. Az az egy? Vagy ez nem, lehet, hogy nem az dobja bele a végén a puskába? A végén odaadja Sunnak, aki azzal akarja megölni a vasvárosi úrnőt. Aha. Mert már nincs kése, és akkor azzal szalad neki, hogy elvágja a torkát. Miért nem volt már neki kése? Hú. Mert késett a szállítmány. Oh. Már lehet, hogy akkor dobta oda a kést az úrnőnek a puskájához, és akkor lőtte le az Istennek a fejét. Talán. Egyébként eszembe nem jutott egy ezen, hogy ez a mi a késsel, de most meg utána fogok nézni tényleg. Egy másik kérdés, hogy az első puskalövést az Isten az meg se érezte, amikor egy állatformájában volt. Viszont amikor kezdett átalakulni, ugyanazzal a puskával az úrnő megint rálőtt a fejére, és akkor már szétszakadt. Nem, mert lement az életsávja között volt. És... Igen, az első csak a páncélt vitte le róla. Páncélt? Nem a nyakán ment keresztül? Nekem csak olyan volt, egyébként igen. Lehet, hogy szupergolyót használt másodszorra. Olyan volt, mint egy urukháj, hogy a nyakjára és a hóna alatt vékony a páncélja. Egyébként nem fázis között volt, és lehet, hogy akkor pont sebezhetőbb, úgymond. Hát igen, valószínűleg fázis így volt, csak ugye ez nem volt mi mondjuk el, hogy ez így volt. Tehát... Ja, de ez semmit nem mond, csak most ez így hirtelen felmerült benne. Nem tudjuk. Nekem az volt a gondolatom, hogy ilyen robbanós töltényeik voltak, ugye, és hogy olyat töltött a puskába. Mert valami olyannal lövöldöztek egyébként. Hát az izéket is azzal lőtték szét. Hát picit olyanok voltak ezek a kezdetleges puskák, mint vágyuk lettek volna, és akkor az úgy lehet. Érdekes. Hogy kiemeltett, pont ezt akartam mondani az előbb, az urukájuk, hogy szóba jöttek, hogy amúgy szerintem itt is letagadhatatlan Tolkiennak a hatása. Az biztos. Mert nagyon érezhető, hogy ugye Tolkien is egyébként ilyen nagy természetjáró, meg természet szerető volt, és hogy ő is ugye az Anteket nem hiába emelte be. És milyen érdekes lenne egy Miyazaki féle Gyűrűk ura adaptáció. Tehát itt ez a látvány, itt nagyon áthatott, és ezért tetszett nekem, hogy ez ilyen Gyűrűk ura szintű világ bemutatás volt szerintem ebben a filmben. Igen, hasonló. Hát itt a majmok voltak. Olyasmik, mint itt a majmok voltak ugye érdekesek, azok voltak tempekhez hasonlók, akik ugye újraültették a fákat. Ja, igen. Emlékszel, az volt a harci taktika, hogy fákat ültetsz. Ez az igazi állóháború, amikor így ülteted a fákat. De ők effektíve ezt csinálták, tehát szerintem ez... Ehhez képest, amikor Süsű használta a vadkörtét a hadsereg ellen támadásra, az még hatékonyabbnak tűnik, mint hogy fát ültet. Ja, a Süsűnél epikusabb nincs. De egyébként igen, valóban van benne Gyűrűk ura. Ja,
Csak kár, hogy nem voltak benne repülők. Hát igen. Nem csodálom amúgy, hogy ez a kedvenced tőle, mert ez tényleg annyira profi. A látványa meg az így talán messze a legjobb, azt tudnám mondani, mert szinte érezte az ember a fűnek a friss illatát, a szelet minden, tehát nagyon gyönyörű. Igen, nagyon egybe volt. Bár én nem mondanám feltétlenül, hogy ez az, amit így bárkinek ajánlanék, hogy na, akarsz egy Ghibli filmet nézni, akarod tudni, milyen egy Ghibli film? Nézd meg ezt, mert abból a szempontból talán első Ghibli filmnek egy kicsit tömény. Akkor már inkább mondjuk tényleg a Laputát, vagy a Nausicaát se annyira. A Laputa szerintem így az... A Laputa az nagyjából át. A Vándorló Palota szerintem olyan, az is, amit, ja, hogy egy nagyon Chihiro. Kellemes belépő film. Chihiro az nem jó kezdés nekem. Nem? Én mondom, kisgyerekként én néztem, és azt a kurva, mi ez? Nem értek vele egy büdös szót se. Igen, úgyhogy akkor még megyünk annyi... tovább. Ja, bocsi, még annyit hadd tegyek már hozzá, nem, hogy megyünk tovább. Hogy mondtuk már a bárányok hallgattak. Hogy azért a címszereplő a Mononoke, mert hogy az Ashitakát mégsem rakhatják, hát benne van egy shit. Túl könnyű a... Túl könnyű patron a kritikusoknak. Valaki odaszarik egyet, és ah, shit, taka! Yeah, hát tudod, így a, jó, akkor még annyira nem használtak Photoshopot, de, vagy hát 97-ben, hát a fele tudja, de hogy ki lehet írni, hogy yes, that's this, és akkor oda nyilazzák, hogy shit. Igen. Úgyhogy... És majd várjál, majd lesz olyan film, ahol még visszatérek ehhez, de majd szólok. Jó, figyelmeztes előtte. Oké. Okay. Örüljünk annak, hogy itt a vaddisztok nem voltak fasiszták. Igen. Jaj, mert hogy az ilyen. Porco Rosso. Oh. Ja, hát most fogok visszatérni rá. Akkor halljuk. Ez az a film, amire a spanyolok a... Nem. Nem szóltam, nem most fogok visszatérni rá. Bocsánat, bocs, szóval vágjátok ki. Keverten itt a dolgokat. Porco Rosso a mester pilóta, vagy Kurenai no Buta? Nem vagy buta. Ez olyan páratlan utéltó. Buta. Buta. Ez így van leírva. Jó. És miután Lion visszatért közénk, egyébként elmondanám, hogy ez a hat film közül, nekem ez... Talán ezt tetszett a legjobban, és inkább az ez volt a leginkább egybe, tehát itt... Szerintem is. Nekem ez volt az, amire talán a legkevesebb negatívumot tudnám felhozni ellene, ha bármit is kéne. A címe alapján én egy nagy rakás szarra számítottam, és mondom, anyád, ez kurva jó, olyan jó témákat boncolva. Igen, nekem is olyan volt, hogy amikor felkerültek a Netflixre, így láttam, hogy itt van Porco Rosso, és egy malac ül egy gépbe, és így mondom, ez a cím és ez a kép, kinézné meg egy ilyen filmet, tehát így. Meg akkor ott van a pilótaülés mellett a Madame, és akkor a kettő együtt az, hogy fura. És nem emlékszem, képes... hogy annó Gin nézte meg hamarabb, és kérdeztem, hogy ez mi az Isten, hogy egy disznó van benne, aki pilót, ez jó egyáltalán? Nem meglepően jó, úgyhogy mikor megnéztem, így csodálkoztam, hogy egy kifejezetten felnőttes darab. Tartalmát tekintve meg abszolút érdekes. És itt is ja, meg a háború ellenes filmként is szerintem teljesen rendben van. Amit így a Ghibli-nél nem igazán néztem még ki. És hogy a nyitánya pedig... az annyira ilyen filmszerű volt a jó értelemben, hogy ott a Porco Rossót így sütteti a hasát először, és így ezt nem mutatják így az arcát, és ezt nem tudom, hogy a animációs mesében, nem tudom, nem sokszor találkoztam ezzel az ilyen technikával, és szerintem ez tök jó volt ezzel a nyitó akcióval, így nagyon megadta az alaphangulatot az egésznek. Igen, meg a humora, alapjától az egész filmnek a humora az engem nagyon emlékeztetett a One Piece című animére. Vagyis fordítva, szerintem a One Piece azért sokat meríthetett az Oda Ichiro Miyazakitól is, mert főleg ennél a filmnél éreztem a kalózoknál is, hogy ezek olyanok, mintha a One Piece című animéből ugrottak volna ki, mert olyan könnyedek voltak, hogy hiába számítanak ezek gonosz karaktereknek, olyan könnyeden kezelték, hogy elrabolták a
kisgyerekeket, és akkor a kisgyerekek magasra szarnak bele, hogy elrabolták őket, örülnek, hogy egy kalózhajón vannak, vagyis kalózrepülőgépen vannak, és elrabolták őket, és akkor zavarják őket a pilótafülkénél, és akkor szétszedik a gépeket, és akkor olyan, és akkor a csávók meg ott vannak, és akkor mit csináljunk velük? Hát rakd odét, de hát nem tudom őket, mert oda elszaladnak meg ilyenek, olyan édesek voltak ezek az idióták. Mondtam, hogy ne raboljuk el mind a 16-ot. Ne szakítsuk el a csoportot egymást. Hát az a nyitó jelenet az nagyon jó egyébként, tehát ott én is szakadtam a röhögéstől. Főleg amikor utána megmenti őket a porkorozza, és utána őt szivatják szét ugyanúgy. Ja, meg hogy mondta a kalózoknak, hogy megtarthatjátok a zsákmány felét, hogyha épségbe átadjátok a gyerekeket, szóval lehet vele tárgyalni, szóval igazságos. Hogy fejvadás. Érsz, akkor úristen, elsüllyedünk, ez egy hidroplán, de hogy süllyedünk. Úristen, ja, amikor megindítják a kalózok a támadást, a hajó ellen összefognak, és akkor hát osszuk meg a költsége, a szerelési költségeket, meg elkezdik itt anyázni egymást. Tehát, hogy milyen jó lehet úgy légi csatában részt venni, hogy közben egy kisgyerek melletted üvölt, hogy úgyse találod el, úgyse találod. Belegondolsz, hogy nem gyenge. Igen, az nagyon jó a dány. De amúgy most én leszek itt a köcsög, mert én nem szeretem ezt a filmet sajnos. Tudtam, hogy ez Na igen. Bocs. Hát valami, mert szinte számíthattam volna rá. Úgy is mondhatom, hogy a tippemmel malacom volt. Ez nem az. Nem, ez nem az, ami, tehát ez ennél még lesz egy több. De ez az egyik, ami hát igen, az a másik, a szörnyű az a másik film. A Nausicaa a szörnyű film. De abban igazatok van egyébként, ja igen, a Nausicaa, rakásszal. De abban igazatok van egyébként, hogy nagyon egyben van. Nagyon, tényleg látszik, hogy tudatosan volt egy koncepciójuk, és nagyon nem egy szokványos rajzfilm, és egyébként nem csak én gondolom, hogy ez az egyik leggyengébb Hayao Miyazaki film, hanem Hayao Miyazaki is egyébként. Bár, vagy én nem is feltétlenül így mondanám, de azt olvastam, hogy ő is megbánta, hogy ezt megcsinálta, mert nem, ez nem egy gyerekfilm. Ugyanakkor ez egy Studio Ghibli film, tehát hogy amit már beszéltünk, hogy Studio Ghibli film, és minden karakter olyan nagyon gyerekes, és gyerekfilmbe illő is. Valahogy ez a sztori meg egyáltalán nem, ugye itt az első világháború után vagyunk a gazdasági világválság közepén, és vagy annak talán a végén. És ugye ilyen kalózok tengődnek, lengődnek, meg katonák vadászgatnak kalózokra, meg versenyeznek egymással, és egy ilyen, nem is tudom, mint hogyha egy ilyen régi aranykorbeli olasz filmet néztem volna, nem is tudom, nem tudok most példát mondani, de ilyen nagyon melankolikus, nagyon lassú, nagyon hangulatfilm. És ez nekem nagyon nem működött valahogy. Így egyrészt nehéz volt ráhangolódnom arra az alapvetően, szerintem nem rossz hangulatra, de nem azt mondom, hogy ez erre sem mondanám egyrészt, hogy rossz, másrészt meg az se, hogy nem lehet szeretni, vagy nem tudom elképzelni, hogy valakinek ez tetszik, főleg azután, hogy ti mondtátok, hogy nektek tetszett. Mert tény, hogy nagyon egyben van a hangulata, ugyanakkor engem folyamatosan kidobott az, hogy egy malac a főszereplő. Nézed ezt a filmet, és ott van egy rohadt disztó a közepén, és így miért? És nem térnek nagyon vissza. Tudod, hogy miért malac a főszereplő? Azért, hogy utána legyen az az egy kibaszott jobb beszólása, hogy ja, inkább disznó vagyok, mint fasiszta. Azért az egy kibaszott mondatért kurvára megérte, hogy disznó legyen a főszereplő, mert meg egyszerűen... Az is jó, hogy nem fog kezet az ellenfelé tiszta állatok. Nekem ez is nagyon tetszett. Tény, hogy van két jó beszólás, de emiatt a teljes külsejét a főszereplőnek ilyen mondva csinált indokokkal átszabni, ez nekem nem működött. És botokány átváltoztatta. Ezt én értem, hogy egy boszorkány átváltoztatta, de mi a fasz? Hát, miért írsz bele egy ilyet egy ilyen filmbe, amikor utána nem erről szól a film? Tehát így azt hinnétek, hogy ez a film arról szól, mármint aki nem látta a filmet, hogy ez arról szól, és én is azt gondoltam, hogy itt van egy disznó, akit egy boszorkány átváltoztatott, és akkor vissza akar változni. De nem! Itt egy full alapsztori van, amiben főszereplő egy disznó, és van a film legjobb nője, aki szerelmes a disznóba. És így nem, bocs, nem... Nem, illetve ami még nem működött, ez a disznó dolog nélkül sem működött volna, hogy ott van a 17 éves kislány,
akit fiúnak hívnak, és sokáig nem értettem, hogy miért mondja neki a disznó mindig azt, hogy fiú, ne csináld, fiú, menj ide, fiú, menj oda, hogy hát határozottan egy lány. Aztán rájöttem, hogy ez a neve. Mindegy. Ja, te magyarul nézted? Igen. Ja, én azután vettem észre, hogy ezek a Netflixen fönn vannak, hogy már ezt láttam. Meg egyébként a legtöbbet addigra már láttam, de mindegy. Egyébként tök jó magyar szinkronja van ettől függetlenül a filmnek, de amikor először találkozunk ezzel a kislánnyal, aki ugye egy szerelőcsaj, ugye a főszereplő Porco Rossónak a szerelőjének az unokája, és poénkodik azzal a nagyapja ennek a kislánynak, a Porcóval, hogy igen, ő a kisunokám, 17 éves. Eszedbe ne jusson, hogy a közelébe mész, és tudod, hogy azt hittem, hogy az ilyen poénos, érted, haverok, meg minden poénkodnak, és nem, hanem ez a filmben egy visszatérő dolog, hogy a Porco Rosso egy malac, baszd meg, egy 17 éves kislányra nyomul. És értem, hogy japán, meg Ghibli, meg Cuki, meg minden, nem, bocs, nem. Még ha nem lenne malac, meg akkor is durva lenne, de nem, ez én így abszolút nem tudtam. Olyan volt, mint Brad Pitt volt egyszer egy Hollywoodban. De ez nem vonul végig. Nem, ez olyan, egyrészt az a volt egyszer egy Hollywoodban, az csaj szerintem nem volt kiskorú, vagy nem emlékszem már, lehet, hogy az volt. Másrészt meg nem, mert ez olyan, mintha Brad Pitt volt egyszer egy Hollywoodban, malac lenne. A csaj meg kiskorú. Akkor ő lenne Brad Pig. Igen. A patkány lenne, akkor pedig Brad Pitt. Striglázott lehet. Igen. Óvatosan, már csak kettő van hátra. Egyébként szerintem nem vonul ez. Ja, van egy kidobógom? Nem, csak utána szintén így tízes limit után így megszűnnek a szóviccek. Tehát utána nincs. Azt te csak szeretnéd. Hát meg utólag kisipolom. Ó, oh, nem ár. Na basszus, ide se jövök többen. Szóval... Most van cenzúra. Jó van. Úgyhogy nekem mondom, ez így nem. Nekem olyan volt ez a film, mint amikor kinyitsz egy receptkönyvet, egy ilyen újabbat, ahol már képek is vannak, és látsz benne egy rohadt jó kaját. Mondjuk egy rohadt jó tortát. Vagy egy disznó. Ja, vagy egy disznósültet. Látsz egy, ez jobb, igen. Látsz egy rohadt jó disznósültről egy képet. Ott van, hogy kell megcsinálni, mik az összetevők, és ránézel, és ez pöpecül néz ki. Ott van, látod, hogy mik vannak benne, mivel van töltve mondjuk az a disznósült, és hát ebben nagyon jó alapanyagok vannak, és ez mind benne van, és le van írva, hogy milyen íze van, igen, csak aztán fogod, kitéped a lapot, és megeszed, és az papírízű. Nekem ilyen volt ez a film, hogy értem, hogy mit akar, de nekem nem jött át sajnos. Nekem picit pedig pont kicsit fordítva volt, hogyha valaki így elmondja, hogy egy ex-első világháborús vadászpilóta, aki disznó, bosszú sztorit esküszik egy másik pilóta ellen, és miközben szerel egy új gépet magának, miközben felszed egy 17 éves kislányt, de van egy idős szeretője is, és ez egy film, akkor így... És így nézed a filmet, és nekem egyszerűen működött. Tehát... Főleg, hogy szerintem nem is erről szól a film. Nem, csak hogy ez így az, hogy papíron, hogy így meglátja az ember, és akkor... Persze, közben egy nagyon másról szólt. Tehát itt, tényleg itt azért nagyon állásfoglalt a háborúval kapcsolatban mi az, aki elég szimpatikus állást. Egyébként nem először mi az, akinek az egyik nagy visszatérő elemesség. És ez is itt is merített saját emlékeiből, mert az apja a szerelő volt, és nem véletlen, hogy ez a sok. De ugye alapból a filmjeiben majd most a Nausicaa lesz még ilyen, meg a Laputa is egyébként, hogy nagyon sok kütyű van bennük, nagyon sok mindenféle gépezet, és itt is, tehát nagyon nagy szerepet kap a mérnökség, a tervezés, a szerelés, és ez azért van, mert ő mi az, aki is nem gyárban, hanem hát végülis egy repülőgép, de mondhatjuk, egy repülőgép gyárban nőtt fel, mert az apja az ezeket szerelte. Töltényeket, meg motorokat, ilyesmiket, és hogy ő benne ezért van meg nagyon ez a... Majd későbbi filmekben is lesz még ilyen, a Széltámad például, az abszolút erről szól. Úgyhogy itt is érződik az, hogy a rendezőnek ez a szívügye lehetett ez a történet.
És a háború, ja, bocsánat, és a háború ellenesség is egyébként még több filmjében visszatér. Hát ugye a Vadon hercegnőjébe is valamennyire, meg majd a Nausicaába. Ja. Én annyira szeretnék visszatérni, hogy szerintem ez, hogy a 17 éves lányra nyomul, az nem vonul feltétlen végig, mert mikor kéri, hogy meséljen neki, arra majd még kitérnék, akkor ott már ugye mondja, hogy hadd csúkolja meg, hogy hát ha az feltöri az átkot. Na, majdnem ott kapcsoltam élesen... ki. Tessék? Majdnem ott kapcsoltam ki az egészet. De ott már ugye élesen ellenkezik. Te a Porco Rosso igen? Tehát a Porco Rosso igen, de a forgatókönyvíró nem. Jó, de... A forgatókönyvíró valamiért folyamatosan azt érezte, hogy neki vissza kell hoznia ezt a Damoklész kalapácsát, ami folyamatosan ott lengedezik a szereplők fölött, és bármikor leeshet, hogy vagy Damoklész kardját. Jó, de itt még... bármikor leeshet, és valamiért mindig visszatérezve, hát a végén, amikor vesztenek ott, és azt mondja, hogy nem lehet a tiéd a hoteltulajdonos csaj, meg a fiú is, hanem csak az egyik. És még ott is, amikor már nyilvánvaló, hogy hova megy a sztori. És igen, még a csaj ellenkezik, hogy bedobja a repülőgépbe fiú a hotel tulajdonoshoz. Nem, én itt maradok veled? Igen. Nem tudom, nekem a humora nagyon tetszett, talán pont azért volt kellemes meglepetés a film, mert ennyire felnőttes, elüt a többitől. Tehát a többi film is kellően komoly tartalommal rendelkezik, de maga ez az alaphelyzet, hogy így bemutatni ezt a fasisztává váló Olaszországot, nekem valahogy nagyon erőteljes volt. És az sem zavart, hogy disznóvá válik a főszereplő. Én azon is gondolkoztam, hogy mi van, hogyha ez csak nem is feltétlen van úgy jelen, csak már ugye mindenki annak látja, mert ő annyira ki akarja magát szakítani a társadalomból, amit mond is, ugye, hogy inkább vagyok disznó, mint fasiszta. Tehát, hogy ő már háború után nem tudja ezt elfogadni, ezt a nagyfokú változást, ami Olaszországban megtörténik. És annyira ki akart szakadni, hogy ez kivetül, úgymond a külsejére így. De ez csak az én meglátásom. Meg a lánya kapcsolatban említeném meg azt is, hogy szerintem a fiú az nem úgy vonzalomból csókolta volna meg, hanem őt, Porco Rossót így az alatt a néhány nap alatt így úgy gondolja, hogy sikerült megismernie úgy, hogy ő egy jó ember, segíteni akar neki, még egy ilyen úgymond kedves gesztussal, hogy még egy puszit is adok neked, hogy ha ennyire magányos vagy meg minden, hogy ő tiszteli ezzel kapcsolatban. Humor az szerintem is teljesen jó volt, bár nálam pont megvan az az előnye annak, hogy mondom, One Piece-t én orba szájba fallom, szóval ott a harsány humor és a kőkemény dráma az annyira megfér egymás mellett, hogy amikor néztem a Porco Rossót, egy kicsit lájtosabbnak éreztem, mint a One Piece-t, és számomra ezért működött nagyon. Hogyha harsányabb lett volna valamelyik irányba, akár humor, vagy komolyabb lett volna drámában, szerintem nekem sem működött volna, de szerintem pont megtalálta azt a kényes egyensúlyt a dráma meg a humor között, hogy számomra elvarázsolt, és amikor Porco Rosso elkezdi mesélni a fiónak a történetét a világháború időszakából, amikor úgy érezte ő is, mintha ilyen purgatórium-szerű helyen lett volna, csak úgy lebegett a úgymond tejszín felhők felett, és utána látta, hogy a társai felmennek a mennyországba repülőstől, hát mondom, úristen, hát ez valami csodálatos, mondom, ilyet is tud ez a film, azt találhat meg, amikor fiú egy pillanatra, mintha látta volna Porco Rossónak a valódi arcát is, vagy mondom, hogy ott láthatta a kivetülését, hogy mindenki úgy látja, mint egy disznó, és akkor abban a pillanatban nem, ő egy ember. Most, hogy ezt elmondtad, libabőrös lettem. De egyébként ezzel, ebben igazad van, tehát az gép mennyország, az tényleg egy csodálatos jelent. Tehát az, ahogy kinéz, meg az egész hangulata, az nagyon az jó. Nem, meg ahogy felkérd, hogy berlini maradj inkább, igen, meg, igen. Lesz a barátnőddel. Az... Úristen, az olyan szívszorító volt. Meg a madámnak, a Gina, vagy hogy hívják, ő is, hogy
mindenki meghalt körülötte, aki ismert. Egyedül Porco Rosso az, aki úgymond ismert, és a régi idők kedvéért szerintem nem igazi szerelem van közte meg Porco Rosso között, csak már ők az egyetlenek, akik ismerik összetartás egymást. Összetartás inkább. Igen, összetartás, kitartás így egymás között, hogy szerintem csak poénkodtak ezzel részben is szerintem, hogy várja a Porco Rossót, hogy szerelmes belé. Csak rájött a Gina is így idősebb korára, hogy egyedül maradt, és örülne, hogyha valaki akár Porco Rossóval így letölthetné az utolsó napjait. Igen, ott az elején, mikor mondja, hogy te vagy az utolsó az egységedből, akik elmentek harcolni. Hogy ez is inkább olyan plátói. Az már annyira... Igen, hogy hát, az, nem tudom. Egy valami maradt a múltjából is, és az nem akarja elengedni. Igen, és nem ő tudom, is elment örökre, Porco is, hogy többet nem találkoztak talán. Ugye igen, igen. Ezért szép, hogy vár a kertbe, és hogy beteljesült-e a várakozás, az maradjon a titkunk. Vagy valahogy így van a befejező szöveg is. Tehát, hogy nem... Szomorú, igen, tehát ennek olyan szomorkás hangulata van az egésznek, a múlt, tehát olyan nosztalgiázós, múltba révedős, melankólikus. Mondom, nekem valahogy ez, tehát működik, de nem azt mondom, csak ne lenne az a sok minden, ami mindig kidob. De én irigyellek titeket nagyon egyébként, hogy ez így meg tudott titeket érinteni. Az biztos, hogy egy nagyon egyedi. Tehát ehhez hasonló animációs film azért nem nagyon van. Szerintem igen, itt még a Ghibli stílus, látvány stílus se olyan zavaró, hanem pont, hogy rátesz még szerintem a hangulatnak. Ami a Vadon hercegnőjénél nálam zavaró volt, itt pont odavaló volt, pont teribe talált nálam. Szerintem például arra a mesélős jelenetre sok háborús film így lehetne. Tehát, hogy így megemlékezni a háború áldozatairól. Tehát abban a igen, három az... percben brutálisabban mutatja be azt, hogy mennyi ember halt meg értelmetlenül, mint egy két órás háborús dráma. Vagy a Dunkirk. Na. Vagy akár a Dunkirk. Oké. Okay. Nem tudom, ezt, vagy a Dunkirk, amit Michael Bay rendez. Azt megnézném. De csak szolgamunkaként, hogy legyen pénze a többi projektjére. Persze. Transformers 6-ra. És akkor a hajuk átalakulnának Transformers-ekké Dunkirknél? Nem, hogyha elkészíti a Dunkirk-öt Michael Bay módra, utána lesz elég pénze ahhoz, hogy a Seven Underground-ot megcsinálja. Black Sheep, egyébként szerinted ez a film, anime, fogalmazunk akkor helyesen, filmként működne, hogyha nem disznó lenne a főszereplő, hanem egy nemes egyszerűséggel egy veterán? Szerintem nekem jobban működne, de az is biztos, hogy kevésbé lenne emlékezetes. Uh-huh. Igen, tehát nem lenne olyan egyedi. Uh-huh. Ez tény. Ez kicsit olyan, mint a Jojo Nyusziról beszélgettük azt, hogy még a filmbarátokban, hogy lehet, meg lehetett volna csinálni a Grima Szoló Hitler nélkül is. Uh-huh. Csak lehet, hogy akkor az nem lenne annyira egyedi, hanem úgy egy olyan film lenne, mint a többi második világháborús film. Hát volt az a film, a Manchester by the Sea. Arra emlékszem, hogy jó volt, meg hogy nagyon drámai, szomorú, de semmire nem emlékszek belőle a főszereplő exének a brutális jelenete kívül. Ah, igen, igen, igen. A Michelle Williams volt, ha jól emlékszem. Azt hiszem, igen, és semmire nem emlékszek abból a filmből, csak az, hogy az a jelenet az kurva jó volt. Az adagiós jelenetre, amikor az adagiót játsszák, és láttad, hogy mi történt a múltban, az sincs meg, mert az azért... Nem emlékszem. Én ott az egy kicsit meghalt a lelkem. A premier óta nem láttam azt a filmet, míg a Jojo Newsy az olyan, hogy azt, ha nem nézném meg soha, 10 év múlva is emlékeznék arra a filmre, míg a Manchester by the Sea, meg a Moonlight is ilyen volt, hogy láttam, de semmit nem tudok felidézni belőle. Azt tudom, hogy benne volt a Marshall Ali az első 20 percben, azt ennyi, hogy kellenek szerintem ezek az egyedi hangulatú filmek, hogy lehet, hogy jobbak lennének az olyanok, mint a Jojo Newsy, hogyha komolyabban csinálnák meg, de utána meg senki nem emlékezne rájuk. Vagy a Porco Rosso is lehet, hogy egy korrekt háborús film lenne, csak nekem is a legtöbb háborús filme az a bajom, hogy egybe mosódnak, keverem néha a filmeket. Nem láttam túl sok háborús filmet, mert annyira nem szeretem őket, részben azért is, mert katona vagyok, mert egyszerűen nem tud bevonzani a világa,
ezeknek a filmeknek sokszor, mert tényleg ugyanarról szólnak sokszor. A Dunkirk-öt is azért imádtam, mert nem a tipikus sablókat mesélte, és szerintem a Paul Cross is ezért is hagyott bennem ilyen négy nyomot, hogy lehet, hogy ha ezt se nézném meg évekig, ugyanúgy emlékeznék jó néhány jelenetére, mert annyira egyedi volt. Nem, mondom, én értékelem. Tehát én abszolút értékelem ezt a filmet, nekem nem jött át sajnos. Az biztos, hogy ez se egy jó kezdőfilm, hogy megismertesd a kisfiaddal a Ghibli stúdiót. Becsülendő szerintem etéren Ghibli, meg Walt Disney és a párhuzam is meg lehet, hogy mind a ketten csináltak úgymond kísérleti filmeket, hogy ez is tekinthető annak, mert Walt Disneynek is ott a 40-es, 50-es években rengeteg filmje bukás volt. Tehát, ez a fantázia és társai, azokra gondolsz, igen. Pinocchio, Dumbo, ezek nem igazán a csipke rúzsika, tehát ott ő rajztechnikailag nagyon sokat kísérletezett például, és előre vitte a stúdiót, de a filmek nem hozták azt a sikert, mint egy Hófehérke, vagy a későbbi animációs filmek. Igen. Legalábbis én így tudom, hogy ugye maga mi az, aki is azt mondja, ahogy említetted, hogy nem tartja a legkiemelkedő munkájának, inkább a legjobbnak. Nem is feltétlenül ezt mondanám, hanem hogy nem biztos, hogy ezt meg kellett volna animációs filmként csinálni. Tehát, hogy ez nem az a sztori, tehát ő is elismerte, hogy nem áll jól neki az animációs köntös, vagy rajzfilm köntös. Számomra így pont. Na majd egy élő szereplős Porco Rosso film CGI disznó emberrel. Brad Pig meg is van. Ja, Hellboy stílusban, hogy úgy nézzen ki a Porco Rosso, mint ott a disznó. Alig várom. A South Parkból a medve disznó ember. Hát figyelj, tekintve, hogy a Disneynél vannak a Ghibli, tehát a Ghibli most jelenleg azt hiszem, hogy nyugaton a Disney. A Amerikában terjeszti. Még ott van, igen. Vagy Amerikában, igen, tehát lehet, hogy megegyeznek valamiben, nem biztos, hogy azt akarjuk. Vagy hogy az nekünk majd jó lesz. Én ezeket nem akarom élőszereplőssel látni a Ghibli filmeket. Szerintem senki nem akarja, tehát. Hát a Hollywood akarja, mert tuti pénzbe. Jó, de hát az Oroszlán királyt sem akartuk, azt mégis láttuk, tehát. Nem számít, nem néztem, én nem néztem moziba, szóval. Ó, én moziba mentem. Ha már megerőszakolják a gyerekkoromat, akkor hat. Én nekem az a két órás film 4 óráig tartott, mire megnéztem itthon. Nekem négy is pedig moziban néztem. Nekem 2 óráig tartott, de 4 órának érződött. De jó olyasmi, igen. Akkor én még megkíméltem a retináimat, én még mindig nem néztem meg. Nézd meg a bemutatómat róla, az bőven elég. Vagy az eredeti klasszikus, az jó. Bár a Kimbát még meg akarom nézni, az úgy érdekel. A Kimba the White Lion. Ja, a fehér oroszlános cuccot. Az, az is japán. Tényleg. Aha, igen, igen. Igen, nagyon régi stílusú. De azoknak a régi 60-as évekbeli animéknek is megvan úgymond a hangulata, az úgy nekem valami nagyon van. Annyira olcsónak néz ki, de megvan azoknak is a bája. Olyan, mint a Resident Evil filmek. Ez a Michael Bay után nem tudtam, mi jöhet még. Azok is olcsónak néznek ki, de megvan a bájuk. Szerintem Black Sheep is húzgálja a strigulákat, hogy jó, most már tényleg nem jövök. Nem, de hogy is én ilyet sose. Vicces, Michael Bay Resident Evil, otthon érzem. Még Adam Sandler nem volt, de majd de van még időnk, van még film. Na, akkor menjünk tovább egy olyan filmre, amit a Porco Rosso és a Vadó Hercegnője után ajánlanánk kezdő filmnek. A Laputa az égi palota, ami szerintem elsőnek egy tök jó választás. Abszolút. Japán címe. Ja, bocsánat, várj, gyors. Ez ennek már bonyolultabb. Tenkü no Shiro Raputa. Bravo. Egyébként szerintem ez az a film, amiért a spanyolok a legtöbbet fizettek, mert a Laputa spanyolul azt jelenti, hogy... Igen. Igen, valószínűleg kitaláltak valami fikcív, tehát ilyen, olyan, mint a Disneynek a Vajanája, az Magyarországon Moana, tudod. Szerintem valami olyasmi lehet, hogy nem Laputa van, hanem Putala. Nemrég néztem meg a Narcos, nemrég néztem meg az eredeti Narcos sorozatot, és akkor miután nézem, hogy Laputa, és folyamatosan mondják, hogy Laputa, mondom, úristen. Igen, és egy most olvastam, ami az, aki nem tudta egyébként, hogy a spanyolul az kurvát jelent, viszont Amerikában pedig át kellett nevezni a főszereplőnőt, illetve nem bocsánat, hanem még a bemutatás előtt mondták, hogy ugyan legyen már olyan aranyos, ez még nem a Disney volt,
és hanem előtte a Weinstein Company volt a Ghibli. És ugyan nevezze már át a főszereplőt, mert a Sita, Evil, az nem biztos, hogy a jó fog kijönni itt, a, itt nálunk, úgyhogy ezért lett Sita két E-vel. Tehát itt azért voltak nyelvi akadályok a film kapcsán. Itt spanyolul is így van, hogy Sita. Az mi? Spanyolul az oké, a Sita. Sita. Ez olyan, angolul sem baj alaputa, csak... Nem, tehát ez már egy másik sztori, tehát a spanyolok ott átnevezték, ott nem Laputa néven fut a film, hanem valami más címe van, a spanyol cím az valami más. A Sita, az azt hiszem mindenhol Sita, de ez azért volt, mert a nyugati forgalmazó, vagy az amerikai forgalmazó jelezte a miyazakinak, hogy talán nem kéne a szarról elnevezni a főszereplőt. Igen. Mert lefordítottam a Google fordítónál, és spanyol címe úgy, hogy a kastély az égen. Így a címe. Egyébként akkor igen. A Gulliver utazásaiban is átkeresztelték Laputát? Azt nem tudom, de azik lette a... Igen. Utalnak is úgy emlékszem rá a filmben, hogy... Meg egyébként, amit én észrevettem, mert ezután egyből néztem a Nausicaát, és amikor ott a filmben ott megérkeznek Laputába, és ott a roboton vannak ilyen pici ilyen rókaállatok. Igen, az ugyanolyan igen, van a Nausicaában. Igen, az ugyanaz, igen. És ez tudatos volt, vagy spórolás? Szerintem ez csak egy easter egg. Igen, szerintem. Hát rajzos animációnál nem igazán lehet úgy spórolni, hogy jó, akkor használjuk fel ugyanezt a karaktert. Tudod, eredetileg ilyen 100 000 róka lett volna ott, de igazából csak 6-ra volt pénz. A PNG verziókat beillesztették a másik. Szóval a rajzos animációnál valószínűbb az easter egg, mint hogy felhasználjuk. Ja, egyébként... A rajzos animációnál is lehet spórolni, a Disney csinált ilyet, hogy mozgásokat konkrétan festett át. Az állítólag nem okozott spórolást, legalábbis láttam erről a YouTube-on egy videót, hogy megkérdezték az eredeti animátorokat, hogy ezzel a módszere, hogy a régebbi animációs filmeknek a mozgási animációját átütették, például Hófehérke, abban a lévő tánc, azt átütették a Robin Hood Disney verziójába, és akkor megkérdezték, hogy ezzel spóroltak-e, és akkor azt mondták, hogy nem igazán, mert a karaktereket úgy is teljesen át kellett rajzolni. Az, hogy ugyanaz a mozgás legyen, azt szerintük még több időt vette, hogy pontról pontra lemásolják a mozgást, és nem biztos, hogy ez spórolásnak számított, szerintük. Profik szerint. Én nem értek a rajzhoz, ezt a Doki tudja. Max a koreográfuson tudtak spórolni. Ja. Meg easter egg, azt akkor a Porkorosszúra visszatérnék, hogy azt láttátok, hogy a repülőgép motorja, mikor elmegy megvenni, arra rá van írva, hogy Ghibli. Igen. Amit én először furcsáltam, mert... Igen, túl sokáig mutatták egyébként, tehát túl nyilvánvaló volt. Én először az már nem easter egg-nek számít, hogyha annyira sokáig mutatják. Igen, tehát az már easter egg-nek kicsit sok. Viszont egy kicsit furcsáltam, és azt gondoltam, hogy mivel, hogy ugye, amit mondtam, hogy a gyerekkori emlékek meg minden, és mi az, aki adta a Ghibli nevet ugye a stúdiónak, hogy lehet, hogy gyerekként volt ilyen motor, hogy Ghibli? Vagy nem, ott nem motor volt, hanem ágyú? Vagy mi volt az? Nem, az a repülőgép motor volt. Motor volt? A repülőgép motor. Hogy lehet, hogy volt egy Ghibli, és nem, hanem ez tényleg easter egg, viszont volt ilyen repülőgép típus. Tehát nem motor típus, hanem repülőgép típus. Tehát lehet, hogy van valami egyébként, de ahogy olvastam, ami az, aki elmondása szerint a Ghibli, az valamelyik nyelven, fogalmam sincs melyiken, azt jelenti, hogy a sivatagi szél, és azért nevezte el így, mert hogy ők új szelet fújnak az animációs iparra. És ez egyébként valahol meg is történt, tehát gyakorlatilag ez egy önigazoló elnevezés volt. Egy kis easter egg, hát nem easter egg, de egy kis fun fact, itt találtam Maserati Ghibli, egy ilyen sportkocsi így a Wikipédia. M157-es Ghibli. És ez Totoroval ráfestve. Hát, az észit nem. A Laputában. Milyen jó, bocsánat, Totoro motor. Tehát ezt így kimondani 5-ször egymásokra.
Azt tudtátok, hogy az angol verziójában a Laputának Muszka hangja Mark Hamill. Én a stáblistán láttam, és teljesen eldobtam az agyam. Úgyhogy újra fogom nézni angolul csak ezért. Kinek? Zseniális hangja van a fickónak. Biztos. Kinek adja a Mark Hamill? Muszka, a főgonosz, a szemüveges fickó. Jó, akkor ezt majd holnap újra nézem. De Mark Hamill egyébként mindig főgonosz, ha a rajzfilmről van szó, vagy szinkronizálásról. Azt hittem a nagy jó. Tehát Nagy a legjobb karakter, a Dola, az egyik kedvenc Studio Ghibli karakterem. Az annyira imádnivaló az a nő. Ja, a kalóz. A kalóznő, igen. Azt imádom. De azt az egész kompániát úgy, ahogy van. Ahogy bemegy mindenki sítához, hogy segíthet-e valamit. Igen, egy kicsit visszatért a Porco Rossos probléma azért. A még fiatalabb kis lányjal. Itt nem érződött creepynek, itt olyan cukinak érződött. Itt pont az volt, hogy amikor, tehát az volt, hogy így, amikor bement az első csávó oda a konyhára, és így elfordult a kislány, és így megindult volna felé, és pont amikor creepy lett volna, így benyitott egy másik. Tehát ott de nagyon kicentisztik. De ettől csak még creepy, mert mi van akkor, amikor majd nem nyit be egy másik? Nem igaz. Tudom, nekem, én vannak dolgok, amiket nem szeretem, mi az a filmekben, ez egy ilyen dolog. A pedofília? Igen, valahogy ez nekem nem. Nem ez nem fekszik. Nem jön át, de itt nem nyomták. Nem annyira. Fekszik, lefekszik. Ez nem volt tudatos. Black Sheep túl konzervatív. Haladni ez biztos, ez így van. Bocsánat. Sajnálom, hogy vannak elveim. Amúgy az akciók, azt te említetted Black Sheep az elején, hát a kis vasúti kocsival történik. Úristen! Az zseniális, igen. Megvalósítani. Ez elképesztően látványos. De már mennyi munka lehetett abban? Én szerintem, tehát a filmnek az egész első 20 perce oda az üldözésig nekem kicsit olyan volt, mint a Vadó hercegnőjénél, hogy ilyen igazi adrenalin bomba. Tehát ott az elején, amikor ott kizuhan a hercegnő, akkor utána volt ez a nyitó montázs, az a gyönyörű dallal, és akkor utána még ez a üldözés még odarakták, és így úgy voltam akkor is, hogy wow, tehát azért ez így nem semmi. Ja, ezt nagyon faszán megcsinálták. Ami biztos. Meg olyan főszereplőkkel, olyan ideál főszereplőkkel, akikből meg ki is néztem, hogy igen, ők olyan ideálok, mert a Vadó hercegnőjénél a főszereplőnél egy picit furcsáltam néha, hogy ennyire ideál. Itt a fiatal srácoknál itt nem éreztem volna azt, hogy zavaró lenne, mert bennük van az a gyermeki ártatlanság, akik mindig a legjobbat akarják egymásnak. Hú, a nevekkel rosszban vagyok, a Sita az, meg a Pazu, a Sita az látja, hogy patthelyzetben vannak, és akkor elruhanna, ott hagyná Pazut, hogy mentse magát, és akkor Pazu meg gondolkodás nélkül utána rohan. Hogy azért, hogy segítsen neki. Hogy ezek az apró pillanatok, hogy más filmnél lehet, hogy zavar, hogy minek mész utána, ugyan már itt teljesen bekajáltam, meg az egész igen, filmnek a... Ja, mondjad! Bocsi, csak annyi, hogy ez azért elegánsabb, mint a császló, ami feljogosít minket arra, hogy elvigyük azének a fejét. Tehát erről beszélek, hogy így lehet elegánsan karaktereket írni. Még ha tényleg egyszerű karakterek is. Egyébként szerintem tudjátok, melyik hollywoodi film merített ebből a filmből? A Transformers. Nem, a Csillagpor. Mert nekem nagyon sok eleme visszaköszönt. Tényleg, most. Tényleg. Nekem ilyen Robinson Crusoe, nem, ilyen Kincses sziget volt egy kicsit. Igen, tehát egy nyilván ilyen hagyományos kalandfilm volt, így igazából de ez jogos a, film. A Csillagpor. De nekem abszolút a Csillagpor, jogos. Tehát a Robert De Niro kalóza, meg ez a nagyi, tehát aha. Meg az egész kalózbrigád szerintem, tehát az kizárt, hogy ne, véletlen legyen. Aha, nem, ez abszolút jogos, csak nem tudom, a Csillagpor regény az mikori. Hát, mert hogy az vagy lehet, ki tudja mennyit. Igen, jó, de minden, de egyébként tényleg hasonlít a két film. Hát ez egy klasszikus mese, tehát ez tényleg egy ilyen klasszikus kalandfilm, kincskeresős, két főhős, sok-sok gonosztevő, van ugye a két gonosz, a Karib-tenger kalóza is hasonló egyébként, hogy ott is van ugye két gonosz kalózbanda, és akkor azok háborúznak, és van egy fiatal, vagy hát úgymond ártatlan pár, akik a kettő között ingáznak, hát a Karibban ugyanez volt, és ez tök jól működik benne egyébként. Meg a One Piece című animében is van egy égi város, amit meg kell találni a főszereplőknek. Megint a One Piece hozom fel. Igen? Meg amit még egyik filmnél sem említettünk, az a zene ennél. Tehát ennek a zenéje talán
az eddigiek közül ennek volt olyan, hogy így tényleg így megragadt bennem, és így nagyon sokat hozzáadott az élményhez. Mikor elpusztul Laputa, az fantasztikusan maradandó. Ezt egy időben így nap mint nap meghallgattam. Az... ami nekem tetszett itt is, az a gépeknek a látványterve, például a kalózok hajója. A... hát igen. Kis ilyen egyszemélyes hajóik azon belül. Ilyen a Laput... az egész. Igen, az meg a laputai robotoknak a dizájnja. Az zseniális. Azt valahol láttam, azt hiszem a Nier Automatában, vagy a Nierben. Nem tudom, azzal játszottatok-e. Még nem. De ott voltak hasonlók, de én valahol láttam még ilyen robotokat, nyilván a Super Haver című rajzfilm is beugrott, de igen, szerintem nekem az is az Iron Giant köszönt vissza. Hát aha, amikor a robot megvédte Sheetát, az egyértelműen olyasmi volt, szóval a Brad Bird tudja, hogy innen is lesett. Meg egyébként azt csak a Black Sheep látta, de a robot egyébként engem a Sötét Kristály sorozatból arra a kőszönyre is emlékeztetett, ahogy viselkedett. És ugyanúgy egy ilyen... És tényleg, aha. Tehát azt tényleg. Ugyanúgy idézték meg, és ugyanúgy funkcionált igazából, Ted. Ott. Ez volt az szerintem, amit kerestem, mert tudtam, hogy valahol láttam a sodrát, hogy... aha, igen. Igen, jó, hogy mondod. Ja, az hasonló, tehát elég sokan merítettek innen. Ja. Hát mi az Akito alapjáton mindenki merített, igen. Mert ez már szerintem egy visszatérő poén is, hogy ekkora hatással volt Miyazaki munkássága a nyugati iparra nézve is, nem csak keleten, mert tényleg folyamatosan soroljuk a nyugati filmeket, hogy valószínűleg volt egy kis Miyazaki utóhatás benne. És ez tök jó dolog. Azt nem tudom, hogy olvastátok-e, ez nekem is full új info volt, hogy ez a film, ez valami 10 évig Japánban volt csak. Tehát 10 évet kellett várni, hogy nyugaton ezt bemutassák, amikor a Vadon hercegnője ment, az valami irgalmatlan nagy siker volt a Vadon hercegnője, az világszinten. Tehát az volt az első Ghibli film, amire így az egész világ felkapta a fejét, hogy mi a fasz. Akkora siker volt, hogy egyébként a Vadon hercegnője után mi az, aki nem akar több filmet csinálni, de annyira borzasztó nagy siker volt. Ja. Ja, annyira, igen, és ráadásul 17 éves kislányokkal, tehát azért én nekem gyanús az öreg, de akkora siker volt a Vadon hercegnője, hogy csak amiatt, azon felhúzdulva, vagy csak money, de bár ez mi az, akiből egyébként nem annyira nézem ki, de azért csinálta meg a Chihirót, ami aztán még nagyobb siker lett. És hogy a Vadon hercegnője sikerein felbuzdulva mutatták be valami 98-ba, vagy mikor a Laputát is. Tehát ez nagyon sokáig el volt dugva keleten, és én emlékszem, hogy ez itt Magyarországon is csak nagyon későn jelent meg. Valahol láttam erről egy ilyen DVD kritikát, még 2000. Akkor tájt, amikor a Vadon hercegnője is, nem, bocsánat, a Vándorló palota. Vagy a Chihiro, vagy a Vándorló palota, tehát ott valahol, amikor elkezdtem érdeklődni az animék iránt, úgy 2004-5 körül, akkor emlékszem, hogy valahol láttam, hogy egy friss megjelenések között ezt a Laputát, és akkor figyeltem, hogy mi a fene ez. És ez nagyon-nagyon sokat csúszott itt nyugaton ennek a bemutatása, és mégis ennyire sokan merítettek belőle. Tehát tényleg nagyon durva. Egyébként valószínűleg azért lehet, mert ahogy mondtuk is, ez a mostani 6 filmből, de úgy általában a Studio Ghibli munkásságából ez az egyik legbefogadhatóbb. Tehát ez abszolút az, ami elé bárkit le tudsz ültetni, mert tényleg egy klasszikus mese, csak picit van japánosítva. Tehát nem annyira durva, azért itt is halnak meg emberek, de nem olyan durva a Vadon hercegnője. Itt is van tanulság, de nem nincs annyira úgy előre tolva, és megvan benne ez a mesebeli, tehát van benne varázslat, vannak benne nagyon-nagyon lények, főleg ezek a robotok, meg ott ezek a mesevilágok, ugye Laputa, ahogy kinéz. Kicsit olyan Uncharted-os egyébként nekem, ahogy megérkeznek Laputába, és ott hát igen, mint az összes ilyen kalandfilmnek a végjáték a helyszín. Igen, igen. Pont tehát abszolút igen. Működik. Nekem az összes Ghibli film közül, amit láttam, ez tetszett a legjobban eddig. Ez is azt mutatja, hogy milyen alacsonyak az igényeim, de én nekem nagyon hiányzott egy ilyen klasszikus stílusú kalandfilm, amiben nem érzem azt a
visszafogottságot, hogy nincsen meg a költségvetés ahhoz, hogy megcsináljuk élő szereplősen, és akkor egy anime meg tudja mutatni, hogy nem mindig kell élő szereplősnek lenni ahhoz, hogy ilyen stílusú filmeket jó meg lehessen csinálni, meg alapjáton az egész animáció, mint műfaja szerintem nagyon alulértékeltnek számít, mind a mai napig, legalábbis nyugaton, keleten azért mégiscsak nagyobb tiszteletet örvend ez a műfaj mai napig, és ez is az, hogy semmi olyan dolgot nem mutat, amit más filmben ne láthattunk volna, de engemet úgy el tudott varázsolni ez a film, és én végig vigyor volt az arcomon, amikor a srácok először kerülnek fel a kalóz bandának a hajójára, akik elől a film elején még menekültek, ez is olyan One Piece pillanat volt, hogy hát ők elsőnek ellenségek voltak, de most ők a szövetségeseink, és a végén meg barátok is lesznek, mondom, úristen, ez annyira működik, annyira nem érződik benne az a cinikusság, vagy hogy ha csak ennyi karakterünk van, akkor használjuk ki őket teljesen. Egy dolog, ami nem tetszett, az a Muszkának a magyar hangja, Csőre Gábor, de nem nagyon illet bele legalábbis. Ezzel lehet, hogy egyedül vagyok, de én szeretem Csőre Gábort, nagyon szeretem, de itt annyira kizökkentett, mert folyamatosan Jake Gyllenhaalt képzeltem el erről a szerepet. Nem, ez nem baj. Bár, ha élő szereplősen megcsinálnák, Jake Gyllenhaal játszhatná a főgonoszt. Vagy Mark Hamill, de egyébként igen, tehát kurva jó lenne Jake Gyllenhaal. Mondjuk, bocsánat, én ezt megnézném élő szereplővel. Tehát ez az egyik olyan, amit én simán. Mert ez tök jó lehet szerintem. Föltupírozott látvánnyal. Hát, ha az Uncharted film befut, ha végre lesz rendezője is. Hát az hidd el, nem lesz jó. Ennyi tudom. Idő után, ennyi szenvedés után, meg őszintén hát, nekem lehet jó, csak sikeres nem lesz. Nekem már elegem van a CGI-ból. A Jumanji-t, a Jumanji 2-t is, vagy hogy hívják ezt a Dwayne The Rock Johnson-os első Jumanji filmet, ami technikailag a második rész, ott is a CGI az annyira csúnya volt, és a legtöbb ilyen klasszikus hangulatú kalandfilmet akarnak már csinálni, tele van CGI-ja, nem érződik igazinak, ezért nézek az 50-es, 60-as évekből ilyen stílusú filmeket, mert azok legalább igaziak, és én a Laputát nem akarom élő szereplősen emiatt nézni, mert tudom, hogy ez úgyis green screen lenne az egész, nem néz neki jó, túl drága lenne, emiatt pedig bukna is orbitálisat, és akkor sok embernek a feje hullana a stúdióba, hogy hát, pénzt adtunk erre, de nem tudtátok visszahozni. Nem. Meg nem is azt lehet, hogy... az a baj ezekkel a Jumanji-kkal például, hogy, tehát, hogy nem az a baj, hogy sok CGI-t használnak, hanem szarul néz ki. Tehát engem nem zavarna a CGI, azért, hogyha azért, jól néz neki. A CGI stúdiók túl vannak terhelve. Én azt értem, az persze, csak azt mondom, hogy alapjártan a CGI nem lenne baj, ha jól, tehát senki nem panaszkodna, hogyha minden 200 milliós filmben jól néz neki a CGI, de amikor 200 milliós filmekben is, mint például a Jumanji-ban okádékul néz ki, akkor megsínni, vagy elrontja az ember. Azért nem fog senki se panaszkodni az Avatar 2-nél, mert az olyan igen. Orbitálisabb fog kinézni, már így vakon megmondom, mert James Cameron megkapja azt a pénzt, meg időt ahhoz, hát nem véletlen, hogy 15 vagy 10 éve csúszik már a második résznek a megjelenése, és még most is csúszni fog tudni emiatt a helyzet miatt, amiben most vagyunk. Én ezt simán el tudom nézni. Hát, ott már nem azt nem szoroz. Én inkább jobban sajnálom a New Mutants-t, szerencsétleneket, már megint el kellett, hogy tolják. Most olvastam, hogy valószínűleg majd Disney plusz originál lesz. Nem biztos, hogy akarnak ők azzal villogni. Ilyen Mandalorian, meg ilyenek. Nem a Hulu van még a Disney, valamelyik más, ahol a felnőttesebb tartalmakat rakják. Hát jó, de a New Mutants azért annyira nem hiszem, hogy felnőttes tartalom lesz. Elvileg az lesz egyébként. Elvileg azt olvastam, hogy az lesz. Hogy volt egy eredeti koncepció, amire azt mondták, hogy ez túl durva, viszont aztán annyi ilyen circle jerk volt két év alatt, hogy végül is elvileg, de nem biztos, de elvileg ugyanaz volt, tehát az eredeti koncepció. A rendező szerint ugyanaz a koncepció maradt, és most került volna a mozikba, csak elvihet az egész helyzet miatt megint el kellett. Ja, mert legutoljára én azt mondtam, hogy ez egy PG-13 X-Men horror lesz. És az lesz. Tehát a... Nem, R-es lesz. R-es marad el, ugye? R-es, tehát az eredeti koncepció volt az, hogy R-es lesz, és a... Igen, még két halasztással aztán... korábban volt PG-13. Igen, és aztán megint eltolták, mert annyira szar lett, aztán megint eltolták, mert még szarabb lett, és most elvileg, tehát annyira szar csinált, hogy inkább
értek az RS-hez. Én valami ilyesmit hallottam, lehet, hogy ez is kamu, lehet, hogy csak nagyon szeretnénk, de elvileg az a verzió, amit talán majd egyszerről láthatunk, az a lehető legjobb verzió. Az, ami egyébként még engem is érdekelt, mert amíg besorolású volt, addig engem érdekelt ez a film. Egyébként milyen érdekes az új mutánsok kapcsán, hogy vannak a YouTube-on, Amerikában ezek a filmekkel kapcsolatos csatornák, akik set viziteket hajthatnak végre, és mind a mai napig nem mutathatják meg az ottani felvételeket, amiket csináltak a háttérmunkálatokról, meg beszéltek a színészekkel, mert még ott van a úgymond szerzői jog, hogy amíg nem mutatják be a filmet, vagy a premier előtti héten vannak, nem mutathatják meg azokat a felvételeket. Szóval az ilyen YouTube csatornáknak valamelyik merev lemezé ott van egy 4 éves felvétel arról, hogy a színészekkel beszélgettek, és akkor láthatták a hogyan néz ki a setting. Azért ez egy kicsit durva, és akkor ha egyszer megmutatnák őket, és akkor ha így néztem ki 4 évvel ezelőtt. Hú, de sokat öregettem. Azt a rohadt. Érdekes. Na visszatérve, akkor annyiban módosít jelentésemet, hogy tehát nyilván nem úgy gondoltam, hogy megnéznék egy laputából egy élő szereplőset, úgyhogy szarul néz ki. Úgy nem néznék meg én se a laputából egy élő szereplőset, de akkor abba kiegyezhetünk, hogy mondjuk megnéznék egy laputából egy élő szereplőset, úgyhogy James Cameron rendezi. Az azért adná, nem? Áldásunkat adjuk rá. Filmnéző podcast approved lett az ötlet. Jó, akkor elküldtem az e-mail Jamesnek majd. Jó. Remélem, hogy válaszol még. Johnny Zellek szárnyán. Ja. Jó, akkor Doki, szerintem ez egy átkötés akart lenni a következő filmünkre, csak elnyomtuk. Egy kicsit komolyabb téma, a Nausicaa a szél harcosai, ami egy posztapokaliptikus film. Japán cím. Bocsánat. Igen. Kiestem a rutinból. Na, várjunk. Vissza még egyet. Rég volt normál adás. Igen. Na ez jó. Kazeno Tani no Nausicaa. Oké, És hogy mennyire szereti, mondtuk, hogy a nyugati kultúra ára hatott Ghibli, Miyazaki, meg a Ghibli, de rá meg a nyugati kultúra, Nausicaa ugye az Odüsszeia, Laputa meg Swift. Hogy emelált, ő is. Tehát oda-vissza működik a dolog. Igen, hát ezért van az, hogy ezek a filmek ugye mind Japánban, mind nyugaton ennyire sikeresek tudtak lenni idővel, mert tényleg ez úgymond egy kultúrmix. Hát ez pedig a Nausicaa, ez szerintem az alapfilmje a Ghiblinek. Tehát ebből alapult a Ghibli. Ennek a filmnek a bevételéből csinálták a Ghiblit. Ezt a filmet pedig, ehhez a filmhez pedig a költségvetést, azt a Nausicaa mangából szedték össze. Igen, ami az, aki rajzolt. Tehát ez szerintem a Ghibli film. Ebből nőtt ki minden a Nausicaából. Igen, az biztos, hogy innen indultak a dolgok, és ugye meg is lepődtem, mert nem tudtam, hogy ez egy képregénynek az. De és a képregényt is mi az, aki, tehát ez egy az egyben mi az, aki fejéből pattant ki. Nyilván merített azért itt is sok helyről. Ja. Egyébként egy egészen kicsit, igen. Nem tudom, csak nekem érződött úgy mindig is, mintha ez a film és a Vadon hercegnő ilyen nagyon-nagyon-nagyon hasonlóak lennének. Hát mondani való terén... Semmi újat nem mondanak mondani való terén, csak ahogyan elmesélték, az a különbség. És nekem azért tetszett a Nausicaa jobban. Mert szerintem sokkal feszesebb, hagyott időt arra, hogy elmerüljünk a látványban, meg a világában, amit bemutatott nekünk. De még így is maradt idő elképesztő akciójeletekre, meg karakterpillanatokra. Ez is nagyon sok karaktert mozgat. És szerintem jobban kezeli a konfliktust, mert Vadon hercegnőjén is 3-4 sztoriszál van, ellentétes oldalak, akik folyamatosan harcolnak egymás ellen, és akik harcolnak egymás ellen, szövetségben vannak másikkal, meg ilyenekkel. Itt mindenki mindenki ellen van, és mindenki a saját népét akarja megvédeni, és szerintem itt egy picit jobban sikerült
elmesélni ezt a sztorit, úgyhogy szórakoztató maradjon. Sokat segít az is, hogy legalább 20 perccel rövidebb is, mint a Nausik, vagy mint a Vadon hercegnője, meg szerintem a főszereplő az nagyon sokat számít, hogy ennyire jó lett. Igen, tehát ez nekem is, hogy mondjam, egyszerre örülök is neki, meg talán a legnagyobb problémám is ezzel a filmmel, pont az, amit a Vadon hercegnője mondtam, egyébként én baromira szeretem mindkét filmet, de itt pont azt hiányoltam, amit a Vadon hercegnőjével jobban kibontottak, magát a világot. Tehát kevés az az idő, amit nyugalomban tölt a film. Tehát ahol csak van ilyen, de nem sok, és én ezt rohadtul hiányoltam, hogy lássunk egy kicsit többet ebből a világból, mert igazán csak a Nausika városát is, vagy faluját ismerjük meg. Tehát a nagyvárosba például csak egyszer jut el a történet, és akkor is az már le van rombolva. Ebben a többi városról nem sokat tudunk. És ez nekem, ez mindig is ez volt a problémám ezzel a film, hogy kicsit kevés úgy maga a világ, pedig amúgy rohadt érdekes. Ugyanakkor ez a pozitívuma is a filmnek, hogy úgy pörög, mint az állat. Tehát ez gyakorlatilag így fél óra eltelik a filmből, és utána egy folyamatos akció jelenet az egész. Egy folyamatos zúzás. De olyan repülős jelenetek vannak a filmben, hogy azon beszarsz. Azok az idézője effektek, azok a rajzok, a hangeffektek nagyon-nagyon jók. Bár az mindig is zavart, hogy jó, mondják a filmben is, de ilyen bazi nagy repülők vannak, és három történtől lezuhannak. Tehát ezek engem mindig zavartak. Pont megmondani akartam. Ez szerintem a Ryan Johnson leste, amikor készítette az utolsó Jediket, hogy ott is Poe egyetlen egy repülőgépe képes elintézni egy... egy birodalmi robbolót. És előtte még be is szól nekik, hogy menjétek az anyátokba, vagy valami ilyesmi, már nem emlékszem, de egyébként engem a Killzone 3-at juttatta eszembe, ott volt egy ilyen küldetés, hogy a Helgasztok, vagy a Helgánok azok így bazin egy repülőgép flottát, és te kijössz két robottal, és itt szarrá leved az egészet, hogy ezért megérte a gyártósoron ügyködni, basszátok meg. Igen, és ahhoz képest, hogy amikor meg a szereplőknek a hajója volt veszélyben, az pedig néhány történet többet kibírt. Sőt, olyan is van, hogy sorozták, mint az állat, és nem zuhant le. Egyébként a filmben egyszer elhangzik, hogy papírból van, nyilván túlzás, de mondjuk a laputában konkrétan egyébként vászonból voltak a repülők, tehát lehet, hogy ezeket onnan mentették át. És többet kibírtak. De ez még azért kevés mentség. Hihetetlen volt, hogy egyébként létezett a Nausikából egy még rövidebb verzió, egy 25 perccel rövidebb, ahol kb. Mindent kivágtak a filmből, ami nem akció jelenet. Tehát így mindent. A nyitó fél órát, nem is fél órát, de a nyitó jelenetet, amikor Nausika megy a pusztában, és megtalálja azt a levedlett emu bőrt. Aztán azt a részt, amikor a múltját látjuk, ami azért egy rohadt fontos rész a sztori szempontjából, azt is kinyesték belőle. Kinyesték azt, amikor a Nausika és a srác ott elbújnak, és a Nausika a világról beszél. A komplett régi harcosról, azokról az ős katonákról szóló dolgokat teljesen kivágták. Ez nem a magyar verzió? Nem, ez az amerikai verzió volt, amit a Harvey Weinstein vágott. Akkor még a Weinsteinnél volt a terjesztési jog. És mi az, aki meglátta a kész verziót, azt az 1 óra 20 perces szart, és annyira kikelt magából, hogy 10 évvel később, amikor bemutatták a Vadon hercegnőjét, akkor küldött egy kardot, egy katonát a Harvey Weinsteinnek, és annyi volt ráírva, hogy no cuts. Ó, ez ja, nagyon badass. Igen. Ez kurva jó történet, azt a kurva. Igen, ez egy ilyen legenda, ilyen urban legend. Annyi a különbség, hogy állítólag egyesek szerint nem mi az, aki küldte, hanem a producer, de ezt mi az, aki is tudott róla, de igen, ez egy nagyon nagy epic win. Aztán nem sokkal utána bontották is a szerződést egyébként a Weinsteinékkel, és akkor lett ugye utána másnál, de ez nagyon kikelt magába. Egyébként érthető módon, tehát így is az egyik legnagyobb probléma szerintem a filmmel, hogy kevés van a világból, és még azt a keveset is kivágni, elég undorító. Na mindegy, úgyhogy ide Magyarországra elvileg a teljes verzió jutott el. Úgy tudom. Tehát nekem is nagyon tetszett, de ami kicsit zavart, hogy maga a megoldás, meg az nagyon ott van az ember orra előtt, tehát az nagyon... 20 perc után láttam, hogy oké, akkor ez erről szól.
Ott próbált a film egy kicsit csavarni, hogy elsőnek láttuk, hogy a kék ruhájából, vagyis igen, azt hiszem kék ruha volt a film elején Nausicaának, utána átöltözött egy rózsaszínbe, és akkor, jó, akkor mégse. Akkor már azt hittem, hogy tudom, hogy mi lesz a vége, és utána meg ráfolyt a bogárnak a vére, és akkor, oké. Most kicsit elvesztettem a fonalat, tehát mi van a ruhájával? Hogy a legenda szerint egy kék öltönyös személy az, aki úgymond békét hoz erre a világra, aki az aranymezőn sétálgat, és akkor Nausicaa végig kék ruhában volt, ha jól emlékszem a film elejétől kezdve, és akkor igen, ez teljesen egyértelmű, utána meg átöltözik egy rózsaszín ruhába, hogy megszökjön arról a elpusztult városnak a hajójáról, vagyis repülőjéről, és akkor jó, akkor mégse ez lesz a befejezés, és utána meg a bogár vére ráömlött, és akkor mégis ez lesz a befejezés. Tudtam én! De tök mindegy, szerintem így is hatásos volt. Hát a befejezés, meg ugye az utolsó fél óra az azért piszok erős. Hát az a, nem tudom, lehet-e ezt csata jelenetnek nevezni, tehát amikor támadnak az omuk, az elég erős jelenet sor. Hát nálam úgy volt, hogy én fekve néztem a filmet az ágyba, és akkor elkezdődött ez az egész finálé, fel kellett ülnöm, és oda kellett ülnöm a monitor elő, hogy bazd meg, mi lesz. Én már elkezdtem izzadni, amit azért régen éreztem már. Nagyon izgalmas volt. Nagyon, igen, tehát nagyon jól fokozzák a szituációt, és tök jól éreztetik, hogy itt tényleg kurva nagy gáz van. Tehát elindul feléjük egy ilyen irgalmatlan mennyiségű ilyen omu, bocsánat. Tehát ezek ugye ilyen, aki nem látta esetleg, mondjuk az ne hallgassa, mert annak most spoilereztük el az egészet, de ilyen undorító nagy bogarak, és tényleg így folyamatosan közelednek, és így minden módon próbálják megállítani, és ugye az a jelenet, amikor előjön az a nagy ős katona, vagy micsoda, az is nekem kicsit úgy mindig is egyszerre rohadtul tetszett, de nagyon, de annyira mégsem, mert előjön az a katona, piszok látványos, rohadt jól néz ki az egész, és úgy igazán nem csinálnak vele semmit. Tehát de annak nincs funkciója, tehát nem tudom. Azt szerintem a világot volt óhajtott így építeni. De azt meg nem, hogy nem építette eléggé, tehát nem kezdtek sajnos ezzel az egész poliszállal semmit. Amit én nagyon sajnáltam, mert amúgy rohadt érdekes. Szerintem számomra pont elég volt. Legalábbis akkor fordítva van, hogy most te gondolod azt, hogy nem zavar. Igen, nálam a vadonnál volt fordítottan. Hogy nálam így fordítottan működik a két film. De talán azért, mert itt, mivel ez egy első film, így jóval óvatosabbak voltak ezzel kapcsolatban, és nem akartak így kockáztatni azzal, hogy túlzottan időznek. Míg egy vadonhercegnőjénél, ami több mint 10 évek később készülhetett, már volt, keleten már egy név volt a Ghibli, szóval tudtak kockáztatni, és több pénzt bele vinni, és akkor több ilyen nyugodtabb részt belerakni. Csak szerintem a sztori kárára ment az úgymond lazulás a vasvárosi részsel kapcsolatban például, hogy ott nagyon időztek, utána a film vége volt, túlzottan kapkodós. Itt szerintem pont belefért az, hogy tudtak időzni is, de közben a emberek meg a bogarak között is a konfliktus ott zajlott. Hát például az a csoport, amelyik megtámadja Nausicaáiknak a faluját, és akkor a vezetőjük mondja azt, hogy nem csak a kezét harapták le, hanem később utána láthatjuk, amiután eldobja a lepedőt, és akkor láthatjuk, hogy nem csak a karját, hanem a lábait is elveszítette, és mondta volt ez a kemény beszólása, hogyha valaki férjű vesz engem, akkor többet láthat abból, hogy, vagy feleségű vesz, hogy többet láthat abból, hogy mit veszítettem még. És akkor ebbe belegondoltam, azt a kurva milyen horrorisztikus lehet ott a látvány. Baszki. Egyébként szerintem a katonát azért emelték be, hogy egyrészt feszültségteremtő legyen, némileg. Másrészt pedig, hogy Omaba, azt hiszem úgy hívják a vak vénasszonyt, hogy ő emeli ki, hogy nem is kellene olyan győzelem és béke, ami egy ilyen áron születne meg, mert ugye az már láthatták, amikor a hétnapos tűzvész volt, hogy milyen ára van annak a győzelemnek, amikor azzal szállnak harcba. És szerintem az lényegében ez. A mangában nem tudom, hogy ott volt. A mangát nem olvastam egyébként, én úgy tudom, hogy a mangának a felét
adaptálták, tehát ja. Azt hiszem, hogy 4 kötetes és 2 raktak filmre. Azt nem teljesen értem, hogy miért nem fejezték be, de miért nem csináltak mondjuk egy Nausicaa 2-t, mert ezek szerint akkor van, tehát lehet, hogy egyébként a mangában ezek meg vannak magyarázva és ki vannak dolgozva, csak ide, ugye, tehát az más, amikor kitalálsz egy világot és filmet csinálsz belőle, és más az, amikor kitalálsz egy világot, csinálsz belőle egy mangát, és aztán összetömöríted egy filmmé, mert akkor ki kell vágnod belőle dolgokat, és lehet, hogy ez a folyamat az, ahol egy kicsit nem minden sikerült, nem mindenből annyit vágtak ki, amennyit kellett volna. Ez majd a következő filmnél lesz majd nagyon érdekes. Ott is az lesz, mert abból már semmire nem emlékszem. De egy érdekes beszélgetés. Meg magadnak. Ja. Egyébként én amit kiemelnék a Nausicaával, hogy a 80-as évekbeli Ghibli filmek közül ez a leg-80-as évekbeli, hogy nagyon. A látvány, az a tipikus 80-as anime, a zene, ez a kicsit elektronikus, de ugye nem csak azzal dolgozik, és annyira áthatja ez a 80-as évek disztópikus science fiction hangulata, hogy rendkívül egyedi volt, meg nekem a világépítésben én nem hiányoltam azt, hogy a városnak a nagyvárosnak a bemutatása pont számomra ez volt a félelmetes, úgymond ebben, ahogy szemléltetve van, hogy ez a hogyan is nevezték a halál mocsara? Terjed vagy? Pusztulás? Igen, igen. Pusztulás mocsara, hogy terjed. Az nekem sokkal izgalmasabb volt, hogy ezt az ökoszisztémát látjuk. Tehát az, amikor a film elején a mesterbe megy abba a városba, és a gombák benőtték már a csontvázakat is, nekem az sokkal hatásosabb volt, mintha egy nyüzsgő várost láttunk volna. Itt lehet, hogy amiatt van, hogy a vándorló palotában ott megkaptam bőven ezt, vagy a Csíróban is ez a nyüzsgés megvolt. Ez a látványos, grandiózus város, pedig pont ez a kihaltság tette hatásossá a világot, hogy az emberek már ennyire jelentéktelenek. Meg kevesebb pénzbe került az, hogy nem kellett annyi embert meganimálni. Meg ezt hát igen, de... általában sokszor csinálják ilyen posztapokaliptikus filmek, ugye, hogy egy közösséget mutat, és a többi az már vagy romokba, vagy nem mutatják. Tehát ez így... Csak hogy ez nekem azért volt zavaró, közben meg voltak emberek, tehát nem szó, hogy nem, hogy már meghaltak az emberek, hanem hogy az emberek ugye elmentek, és ők hagyták, hogy spoiler ugye megint, hogy ők hagyták ugye, hogy oda jusson a mocsár, hogy a halál, vagy a pusztulás mocsára, hogy aztán tovább mehessen, ugye, tehát ők igazából utat engedtek neki, és ezt fel kellett áldozniuk a várost, tehát akár meg is mutathatták volna, mert nem az volt úgymond az alapállapot, hogy ki volt pusztulva az a nagyváros például. De mondom, ezek nem, engem sem zavartak ezek a dolgok igazán, tehát most megint az van, hogy ilyen nitpickingelek, mert barom jó film a Nausicaa, tehát ez egy rohadt jó, nagyon izgalmas, nagyon akciódús, tényleg rohadt látványos, abszolút nem, tehát abszolút szembe megy az akkori animék nagy részével, mert akkor inkább ez a mechás dolog ment Japánba. Amúgy. És ez nagyon nem olyan. Nagyon bírom ezeket a repülőket, ugye már itt is a rendezőnek ez a nagy repülés iránti szeretete, ez már itt megmutatkozott, aztán később a Laputában is. A háború ellenesség, de főleg a környezetvédelem, a természet szeretete, az, hogy ne pusztítsd a földet, ez gyakorlatilag végigmegy az ő karrierjén, és már igazából az első fontos filmjében ez benne van, tényleg nagyon nagyon jó, nagyon monumentális ez is. Csak mondom, nekem egy kicsit a Vadon hercegnője többet adott, de ezt is bármikor újra nézem. Egyébként az egyik repülőt ebből megépítették, és működött a gépet, mert sokan nézték, hogy mi az, aki olyan repülőszerkezeteket tervez, hogy akár még működhetnének is, és az egyik siklót megcsinálták. A Nausicaa gépét? Azt nem tudom már, hogy melyiket. Egyébként egy kérdés, hogy erről a gombáról eléggé nagy ügyet csinált a film, és akkor, vagyis spóra volt az, ha jól emlékszem. Igen. És akkor a faluban elszabadult, mert az ellenséges gép az szállította azt is ezzel a szuperfegyverre együtt, és akkor az erdőt le kellett égetni, mert kikelt az egyik spóra.
oké, és utána mi történhetett az emberekkel, mert az erdő eltűnt, ami védelmezhette volna őket, szóval ez az erdő elpusztíthatja a lakhelyüket, hogy akkor ezt hogyan élik túl az emberek, mert ez így megoldásnak így annyira nem tűnt annak. Igaz, a Nausicaa tudja azt, hogy a föld alatt egészséges minden, hogy akár oda leköltözhetnek talán. Meg nekem még az az elmélet is eszembe jutott, hogy volt, hogy a Nausicaa néhány percig maszk nélkül volt az erdőben, és azt el tudom képzelni, hogy mivel olyan sokáig volt lent a pincében a tisztított körülmények között, hogy lehet, hogy immun is lett a méregre nézve. Ezt így még el tudom fogadni. Az nem lehetséges, mert mondja, hogy a föld alatt egyetlen növény sem mérgező, ami fent van, mert a föld alatti földréteggel neveli őket, meg a vízzel, ami a föld alatt folyik, mert az tiszta, és a felső réteg a földnek az mérgező, meg mikor leveszi a maszkot, akkor látszik is, hogy könnyezik, meg mondja, hogy a méreg már érzi, hogy bejutott a szervezetébe valamennyi. Akkor az is lehet, hogy később meghal a Nausicaa, lehet, hogy a mangában ez meg is van magyarázva. A másik pedig ez az én hülyeségem, hogy ha a felhők felett már nincsen spóra, szóval tiszta a levegő, ahol 10 000 méter magasan a felhőknél ritkás a levegő, szóval hogyha leveszed a maszkot, akkor úgy, hogy nem kapsz levegőt, mert annyira ritka a levegő. Ez csak az éhes. Mi van, ha nem, Scott, oké? Okay? Ja igen, mi van, ha nem, tényleg. Én idióta. Egyébként az emberekre én azt tudom el... Tehát tovább mennek utána. És hát a film vége után gondolom találnak egy új helyet. Nem. Mert hát ott már valóban nem maradhatnak, de azt hiszem ez el is hangzott. Az a baj, hogy már nem vagyok benne biztos, hogy ebbe hangzott el, vagy a vadon hercegnőjébe, hogy tovább kell menniük, hogyha le... Igen, itt hangzott el, hogy tovább kell menniük, hogyha kivágták, vagyis hogyha felgyújtották az erdőt. Pontosan azért, amit mondtál, tehát ők tisztában voltak ezzel valószínűleg. Lehet, már így hiszen nem emlékszem, még csak egyszer láttam ezt a filmet. Egyébként én most néztem meg másodjára is, ami a film közben eszembe jutott, ha már emlegettük a Star Wars-ot ma, hogy itt gyönyörűen mutatják be, hogy hogyan kell egy olyan szereplőt, női főszereplőt felépíteni, aki, hát mondhatjuk, hogy tökéletes szinte, de nem lesz idegettő, mint a Star Wars-ba szerintem legalábbis. Nem lesz egy mériszú. Igen, nem egy mériszú, hogy például a film elején láthatjuk, hogy kiválóan repül, jól tud tájékozódni az erdőben, az is kiderül, ugye, hogy jól harcol, és tehát magabiztos vezető már megvan alapozva, viszont az szépen ki van emelve, hogy amikor megölik az apját, akkor ugye az indulat viszi arra, hogy embereket öljön, és ott meg is rémül magától, hogy soha többet nem akar embert ölni. Mert számára rémisztő volt magába, fél attól, hogy ő mire képes, és mindvégig szerintem az annyira jól működött ezek után, hogy ő egy igazi háború ellenes figura, ahogy mondtátok, és folyamatosan próbál mindenkit ugye a békés úton terelni. És nem válik idegesítővé, hogy hát kiváló pilóta, le tudja csitítani az embereket, képes kommunikálni a... Igen, mert egész élete folyamán ezeket gyakorolta. És nem azt mondod, hogy hát ez nevetséges, meg idegesítő, hanem elfogadod, mert szépen fel van vezetve. Ámen. Nekem jobban megmaradt az, amikor elbújtatja a kis mókusát a dekoltázsába. Egyetértek. És még ki itt a pervers, aki ilyen kiemel egy ilyen kibeszélőbe a Nausicaa? Mi az, aki maraton után, ki nem lesz az? Én nem lettem. Egyébként, bocsánat, a Nausicaának az ábrázolása, annak ellenére, hogy egyébként tényleg egy kompetens és szimpatikus karakter, és nem annyira idealizált, azért így picit itt is már nagyon mi az a kis az egész, tehát egyrészt ez a dekoltásba eldugás, ez azért elég látványos, de amikor az elejére ott is azért belátni a szoknyája alá sokszor. Tehát ezért naturalista. Nem vagyok olyan perverz állatok, mint én, de itt nekem ez már így föltűnt, hogy mi az, aki azért szereti megrajzolni a részleteket. Jó, de te meg tudhatod, hogy ahány anime
rendező van, láttunk már sokkal rosszabbat, és Your Name is egy tökéletes példa, hogy az perverz az a film eléggé. Nekem a Vadon hercegnőinél tűnt fel, hogy Vasvárosban a nők a ruhájuknál ott eléggé szépen kilátszott is a dekolt. Jó, de ők kurvák voltak. Igen, igen. Szóval ott az, nekik, az vicces volt, hogy ők... Volt. Kurva vicces. Igen. Laputák voltak. Úristen. Ja. Egyébként engem a Nausicaában ez a... Egyszerre vannak fegyverek és kardok, ez a Doomsday-re emlékeztetett, mert ott volt ez a szituáció. Na hát az még egy csodálatos film, igen. Az vicces egyébként, ja, az nem rossz. Meg egy, igen, tehát ezt nagyon bírtam, a Laputában ez az inkább ilyen steampunkos volt, ez meg inkább ilyen dieselpunkos, tehát azok a tankok, meg azok a repülők, egyszerűen ilyen második világháborús, de közben meg ilyen lovakkor, tehát a nem tudom, hogy hívták a hercegnőt, akinek nem voltak végtagjai, annak a, azok a lovakpáncélos tankos katonái, azok szédületesen jól meg voltak dizájnolva. Nagyon bírtam ezt benne. És tényleg az, amit mondtál is, hogy látszik, hogy végig voltak gondolva ezek a gépek. Tehát nem csak úgy oda volt hányva, hogy na, akkor ez most ilyen rohadt menőn néz ki, hanem így volt egy logika mögöttük. És tényleg nagyon klassz volt. És egyébként ti mennyire tudnátok a Vadon hercegnőjét és a Nausicaát egy univerzumba helyezni, hogy az a régmúlt, a Vadon hercegnőjeit meg ki van emelve, hogy már 1000 éve pusztult el a világ. Kettő mert között meg a Laputa van a rókák miatt. Mert szerintem az egy tök szép véglet lenne, hogy elindult a folyamat a Vadon hercegnőjében, és ide jut az ember. Hiába van az a Vadon hercegnőjében, vagy a Vasvárosnak az irányító nője kijelenti, hogy máshogy fognak ezek után viszonyulni a természethez. Remélem, ez így van. A Pixar teóri után, tehát a Pixar teóri után nem. De amúgy, tehát ez egyébként bennem is felmerült, főleg amikor láttam a mókusokat, hogy basszus, ez mi van, ha ez egy univerzum, csak egyszerű easter eggről van szó. Hát ez a két film simán meg lenne. Hát a dekoltázsok miatt is, ugye? Abszolút. Meg minden karakter ugyanúgy néz ki, minden lány szereplő, a fiú is úgy néz ki egy kicsit, mint a Laputában lévő lány, az összes lány szereplő, az mint a Ctrl-C, Ctrl-V-k lennének, csak mondjuk a hajuk egy kicsit más, egy picit idősebbek, például itt Nausicaa néhány éve idősebb, mint például a Laputában a kislány. De most Lion, ez egy ázsiai filmnél, ez egy kicsit rasszista kijelenti. Mennyire előre? Jó, én oroszlán vagyok, számomra minden ember egyforma, szóval ennyi. Mindegyiknek ugyanolyan az íze. Igen. Ó, tényleg, egy bárányt még nem ettem, főleg fekete bárányt, milyen lehet? Nem tudom, hallottad-e azt, én most nemrég olvastam, hogy az oroszlán csak a szárazföldön az állatok királya. Nem, a szavannában. Jó, de ha vízbe dobod, akkor ő a leggyengébb csíra. Na mindegy. Úristen! Nem tudom, amit akartam. Ja igen, hogy a... Hullagyalázás végrehajtani egy oroszlánon továbbra is. Üssük még az oroszlánt, amíg fekszik. De én olyan vagyok, mint Zordon, képes vagyok felállni utána. Nekem most az izé jutott eszembe az Angry Video Game Nerd. Ja, nem tudom, melyik játékban, hogy fölkap... Ja, próbálnak a való életben, hogy oda... Ja. Nem, azt akartam még mondani, hogy mi az, aki megtalálta már a jövőt, hogy a Porco Rossóban a lány is fiú. Tehát azért igazi látnok. Transvestita. Igen. Na, de akkor menjünk tovább a Ghibli Studio fekete bárányára, ugyanis akármilyen listát néztem, ott ezt a filmet volt a 22. helyen. Tehát ezzel 22. kezdték mindig. Azt hiszem 22 volt. Ezzel kezdték mindig a listát, hogy hát igen, létezik ez a film, és nem valami jó, de Ghibli, úgyhogy fasza. Hát de még lépkedhet előre, hogyha készítenek még egy szarab. Igen. És mindig van remény. Japán címe? Ennek egyszerű a japán címe, ennek szimplán annyi a japán címe, hogy Gedo senki. Vagy Greedo senki? Nem senki rendezte, mi az, aki fia.
Igen, egyébként. De ezt nem ő rendezte egyébként. A nevem senki, az egy jó Terence Hill. Igen, ezt mi... És maga mi az, aki azt mondta egy óra utánra, hogy olyan, mintha már több órája bennülnénk a filmen. Nem tetszett neki. Nem is akarta, hogy a film rendezze, mert felkészületlennek tartotta. Hát ezt meg tudom érteni, pedig egyébként tehát ez a film után, tehát hogy mondjam, tehát ebben van potenciál, amit itt láttunk. Tehát... Hát nem csoda, mert mi az, aki már a 80-as években szerette volna a jogokat megvásárolni, csak ez az Ursula Gain, vagy nem tudom, hogy ejti a nevét. Kay Le Guin. Ursula Kay Le Guin. Nagyon sokat gyakoroltam, hogy ezt ott mi? Most nem mondhass. Tehát ő nem akarta a jogokat eladni. És akkor ugye a 2000-es évek után azt hiszem a Chiru miatt azt mondta, hogy jó, akkor szabad a pálya. Mm. És aztán megbánta. Hát. De egyébként szerintem, tehát olyan szinten beáll a sorba, hogy szerintem ez a film is jól indít. Tehát az első 20 percen nekem működött. Az igen, az egész tehát jó. Főleg úgy, tehát azért elindítanak egy ilyen tengeri viharral, ahol két sárkány gyapja egymást, tehát már az nem rossz, és akkor utána ott tényleg a sivatagos üldözés, meg ahogy jön a... bemutatják a karvaj karakterét, és tényleg elmennek aki abba... Aki egyértelműen a Nausicaából jött át. Igen. Kicsit, ja, mester. Igen. Kicsit olyan volt, és hogy elmennek abba a városba, és mondom, ez a film végig ilyen lesz, hát mondom, nem értem, mi ezzel a baj. Bocsánat, visszatérhetünk még picit a Nausicaára? Persze. Azok a szakállak. Ennyi. Mehetünk vissza a földtengerfásra. Azt hiszem, Freddy rakta ki a képet, hogy ezekkel nem nézek animé. Ja, tényleg. De az tényleg, bazzeg, úristen. Na jó, mindegy, bocsánat, igen. Hogy esznek. Teljesen. Mi lehet a szakáll mögött? A One Piece-ben is van néhány olyan szakáll, az egyik olyan, mint egy brokkoli. Szép. Na de hogy... Tehát ez jól indít, tehát az a One Piece, a One Piece, a mi az, aki meg a Greenpeace. Ennyi. Én tehát szerencsétlen filmet most akkor tényleg... Ennyinek, mert már nem csak akar senki beszélni róla, ez annyira egy ilyen kis... De ez az, egyébként ez a baj, hogy itt nincs miről beszélni. Tehát nem, én szerintem, tehát én azt aláírom, tehát hogy ez az egyik legjobban kinéző volt, amit láttam. Tehát a karaktereket leszámítva, a körítés, az szerintem nagyon szép volt, és Szerintem nagyon szegényes volt. A 2000-es években készített Ghibli filmekhez képest, ez nagyon látszik, hogy egy B-filmes táb készítette, B-filmes költségvetésre, szóval jóval kevesebb pénzből készülhetett. Vannak imponzáns pillanatok, mint például, amikor, hogy hívják, Aren? Úgy hívják a srácot? Aren meg a mester megjelennek a városban, és akkor a kamera távolodik, és igen, ez egy szép imponzáns kép, és utána ilyen, a hátterek azok nagyon statikusak voltak, főleg egy Chihiro után, azért néhány évvel, ez nagyon kevésnek érződött. Persze néha a minimalizmus adja az animációnak a szépségét, de egy elvileg ilyen epikus történetnél, amit itt el akartak mesélni, nagyon fapadosnak érződött. Meg viszont itt hatványozottan... lelketlen volt ez a világ, hogy mintha öt ember létezne ebben. Meg hogy hatványozottan érződött a pálcika ember a feszti körkébe dolog ennél. Tehát... itt nagyon-nagyon, tehát a karaktereknek a dizájnja, tehát nagyon hogy letisztult volt, hogy úgy mondjam. Tehát, hát van ez az egyik katona fő. Nagyon polkorrekt kifejezés. Az egyik katona, aki... konkrétan meg akarta előszakolni a Terut, amikor elfogták, legalábbis úgy ránciválta, mint hogy a... Megcsikizte. Majd... Közben mi az, aki áttérben nyáladzott? Vagy a fia, melyik a rosszabb? És akkor az a csávó, az tisztára úgy nézett ki, mint a Nausicaában a rossz oldalon lévő hercegnőnek az alapfalúja. Tisztán ugyanaz a design. Konkrétan a Ctrl-C, Ctrl-V, pedig az előbb beszéltük, hogy animációban, legalábbis 2D-ben nehéz az ilyen Ctrl-C, Ctrl-V-t úgy megcsinálni, de hogy olcsóbb legyen. Annak a csávónak az arca, az meg kifejezetten hasonlít a vadon hercegnői
arcára, vagy a küldöttnek az arcára. Igen, arra. Mondjuk a karakteri is ugye ilyen kis áskálódó kis genyó, és ez a három karakter, ez ugyanarról a fáról esett le. Ez az egész film olyan, mintha a legjobb Ghibli filmeknek egy bizonyos elemét fogták volna, berakták volna egy nagy üsbe, összekeverték, összeköpdösték, és akkor megkaptuk a Főtenger varázslóját. Hogy az animációt akartam, hogy nekem ami nem tetszett benne, hogy súlytalanok voltak. Tehát a többi Ghibli filmnél szerintem érezni azt, hogy mintha lenne súlya az eszközöknek, a karaktereknek. Itt meg a mozgás annyira légies volt, hogy mintha tényleg csak ilyen Luffy figurák mászkálnának. Nem éreztem azt, amit a többinél a mozgásnál. Nem tudom, hogy ezt értitek, hogy mire akarok utána. Én értem, hát, amikor ott a lépcsőn felfutott, leszakadt a lépcsőn, ott a Hobbit 3 jutott eszembe, amit a Legolas csinált ugyanezt. És hogy olyan volt, hogy mondták akkor, hogy az animációban tök jól, biztos jobban működne, és de nem, itt sem működött. Szerintem ezt én mondtam annó. Lehet. Ja. Egyébként... Igen? Egyébként ez a film szerintem úgymond a legrosszabb példája annak, hogyan lehet egy epikus fantasy-t megcsinálni, mert utána olvastam ennek a könyvszériának, és ez egy 6 könyves széria, és ez a film az első 4 könyvet adaptálta. Azt a kurva! Szóval most gondoljunk bele, hogyha ebben a filmben kurvára nem történik semmi, akkor a könyvekben mennyi minden történhet, hogyha 4 könyvet adaptáltak ebben az egy filmben, és de milyen vastag az a 4 könyv? 15 oldal per könyv? Azt nem tudom, lehet, hogy Harry Potter, lehet, hogy... Egy ánítjes oldal. Ki tudja, azt nem néztem meg. Nem is könyv, hanem plakát. Akkor is a könyvszériának a 2/3 adaptálták egy majdnem 2 órás filmnél, úgyhogy még így is kevésnek érződött, és a legrosszabb dolog az, hogy mivel ez egy fantasy, el kell magyarázni a nézőknek, hogy mi miért történik, hogy működik a világ, és persze az animékre jellemzően általában folyamatos dialógusok formájában mondják el, például Nausicaa magában beszél, annak ellenére, hogy nincs értelme annak, hogy miért beszél magában, de mi a nézők így tudjuk, hogy mit csinál, és akkor mi a nézők bele tudunk merülni a világba. Lehet, hogy nem elegánsan csinálja, de akkor is tudjuk, hogy mit csinál. Ez a film pedig folyamatosan azt csinálja, hogy a főszereplő Teru, az megöli az apját, és akkor nem tudjuk, hogy miért. Nem is látjuk az arcát, és akkor később láthatjuk, hogy mint hogyha vívódós lenne, vagy mint hogyha másnapos lenne, nem tudom, olyan fura ez a srác, és akkor a film végéig nem látjuk azt, hogy állítólag valamilyen sötét oldala lehet. Oké, valamilyen sötét varázslat is elkaphatta, de ez se biztos, mert ebben nem megy bele a részletekbe, meg akkor van ez a mester is, nem tudom, hogy minek a mestere, valamilyen fontos ember, mint a Nausicaában is egy mester volt, aki meglátogatta a Nausicaáikat, de őről el tudtam képzelni, hogy igen, ő egy kartforgató, akinek vannak dolgai, és kutatja a többi városokat, hogy mi történhetett velük. Itt pedig valamilyen nagy hatalmú varázsló, aki az ideje nagy részében segít az egyik régi ismerősének a tanyán. Földetművelnek a pontosan. Fél órán keresztül a filmben. Én amikor azt néztem, mondom, mi ez a szar? És miután megtámadják őket, mit csinálnak? Helyreállítják a veteményt meg a kerítést. Mondom, mi ez? De amit mondtál, hogy mintha be lenne rúgva, ez a gyerek tényleg folyamatosan ez a bebaszott állapot, hogy néz, nem kell nekem köpeny, ne vegyél nekem karvaj. Nem kell ez. Nem mondtam semmi rosszat. Egyedül akarok lenni, hogy... de egyedül akarok lenni, és utána meg elrabolnak engemet emberkereskedőknek, azok, akik el akarták rabolni Terut, és akkor most én lettem, aki elkapva. Ugyanazon a helyen maradt, ahol korábban megmentette a lányt, legalábbis annak a közelében volt. Nem, hogy elrejtőzött volna valahonnan, hanem ott maradt a lépcsőnek a legtetején, hogy bárki megtalálhassa. Hát bazd meg, jó, hogy hagytad magad elkapni. De ez a film olyan unalmas volt, főleg ezzel a fapofa hülye gyerekkel, hogy mikor elértünk oda a film közepén, hogy a csaj énekel, konkrétan bealudtam.
Pedig az volt az egyetlen jó jelenet az egész filmben. Olyan szép volt az a dal. Jó. Bealudtam. PS5 konferencia. és folytatódik a film, nem történik semmi ugyanúgy. Ezért nagyon megértem megnézni. A másik, ez kiemelted, hogy Karvaj, hogy ő a, de így hivatkoznak rá, hogy ő a fő varázsló. Én nem tudtam komolyan venni, mert a rémálom az elmúcában a háromban, amikor a szemüveges gyerek átváltozik az álmában, így szalad neki Freddy Kruegernek, hogy én vagyok a fő varázsló. És beugrott mindig ez a jelenet, hogy bazd meg, az annyira szar meg vicces, hogy a filmet így szedálta le, ahányszor így Karvaj, a fő varázsló megérkezett. Wow. Jó. Egyébként igazatok lehetett még a Porkorosszónál, hogy valószínűleg a filmből több minden, hogyha az egyik szereplő disznó lett volna. De tényleg. Mert most az van, hogy így teljes lehűlve hallom, vagy hallgatom meg elámulva, hogy ti mi mindenre emlékeztek ebből a filmből. Tehát, hát azért, mert én két napja láttam azért. De én se láttam annyira régen, de így, de lehet, hogy végig se néztem, nem tudom. De így ment. És egyszer csak azon kaptam magam, hogy ebből elég volt, mert semmi nem történik ebben a rohadt filmben. Tehát nézed, és nem túl szép, nem túl látványos, nem történik benne semmi, nincsenek érdekes karakterek. Ez az Ursula K. Le Guin, én tőle olvastam egy könyvet, a Sötétség bal kezét, és abból se sok mindenre emlékszem egyébként, az egyik legjobb könyve állítólag, és ott is, ami megmaradt, hogy egy tök érdekes világot talált ki. És aztán ezt a világot írta le. És ez tök érdekes volt, csak sztoria nem nagyon volt a könyvnek. Vagy hogy nem volt érdekes a sztoria. És itt is ezt éreztem, itt hogy nem volt világ. A másikban kapunk egy főgonosz, hogy ja, te meg ki vagy? Ja, azt a nőt? Azt a nőt, igen, az azt volt. De várjatok, ez a legjobb, hogy a film, én itt azt vártam, hogy a nagy csavar az lesz, hogy kiderül, hogy Karvaj, meg az a nő a sárkány. Azt a végén az volt nekem a csavar, hogy kiderült, hogy Cobb az nem úrnő, hanem úr, mert a stáblistán láttam, hogy William Dafoe a magyar, az angol hangja. Az egy férfi. Tehát, így nézem, hogy jó, véget ért, William Dafoe a nőt egy férfi szinkronizált, aztán rákerestem Wikipédián, nem, az egy mágus. Jó. És a magyar szinkronban is azt hiszem tudatosan úrnőnek szólítják, meg nő volt a hangja. És hogy ki az Isten volt, arra én se jöttem rá. Meg itt van a másik probléma, amit már korábban is mondtam, csak itt hatványozottan igaz, hogy itt van ez a Ghibli animációs stílus, ami cuki meg minden, és akkor megpróbálják félelmetesen lerajzolni ezt a nőt, de olyan, annyira nem mennek túlzásba esni, például egy Death Note-szerű külsőt adni neki, mert... Vagy egy dekoltást. Vagy egy dekoltás, igen. Dekoltázsa se volt annak a csajnak. De, és akkor... De melyikre gondolsz? Kérem vissza a Nausicaát. Hát az úrnő, a főgonosz. A férfi neki hogy lenne dekoltázsa? Mi? Hát most mondom, hogy férfi. Ja, az volt a William Dafoe. Annak William Dafoe a hangja. Igen. Már az egy csávó? Az eredetibe. És a magyar szinkronban a nő a hangja. Basz mert meg. A japánban is egy nő adta a hangját. De az egy férfi. Én azt hittem, hogy a varázsóról beszélsz, a fővarázsról. Nem, a gonoszról. Én is azt hittem. Nem is értettem, akkor... hogy... Nem, én ezért mondom, hogy nekem ez volt a legnagyobb csavar a filmben, hogy kiderült, hogy ez egy csávó. De ez a filmből nem derült ki, hanem... Nem. A stáblistából. Tudod, amikor a film legérdekesebb része a stáblista, tehát ez... Körülírtad az egészet. Ez most olyan fordulat volt nekem, hogy az végül nem egy úrnő volt. De tök mindegy, a probléma az ugyanúgy ott van, hogy látványban megpróbálták creepynek csinálni, de mégsem volt az, olyan kis emo girlnek tűnt, hogy csak a 40-es éveiben. De amúgy nagyon szépen kifejezte az átalakulása után, amikor így lyukas szemmel megy, hogy igen, így kiég a szemed, mikor nézed ezt a filmet. Semmi. Meg az a farmos rész is, a farmcsalja, az meg a Teru, vagy Terunak hívták, várjál? Igen, Teru. Ja tényleg, ez a másik dolog, hogy a Terunak meg az Arennek volt egy titkos második nevük. Igen, ez mit jelent? Hogy volt mit egy jelent, titkos kérde? Második nevük. Igen, ez valami jelsz akarna lenni, vagy? Valami varázsszó? Nem illik elfelejteni, hogy a valami olyan, mint a új kérdezik. Star Wars filmeknél. Olvasd el a könyvet, és megtudod. De tényleg. Az, hogy a könyvekből terült ki, hogy Palpatine egy klón, azért az egy kicsit vicces volt.
Spoiler. Filmben kimondják, hogy akkor ismered a valóságot, vagy valami ilyesmi, hogyha meg a legnagyobb mágiát, ha tudod, a nevén szólítod a dolgokat, a valódi nevükön. Jó, de ők honnan tudják, hogy mi a második nevük, meg hogy hát ez miért... A sajátját ő tudja, és elmondja a csajnak, a csaj meg utána kimondja neki a saját. Igen. Ja, ennyi is. És akkor ezért változott sárkánya? Ja, valami ilyesmi. De miért változott sárkánya? Ő volt a film elején? Nem tudom. Egyszerűen nem tudtam összerakni azok. Én ezért következtettem végig, hogy biztos ez lesz a nagy izé, hogy az úrnő, aki egy úr, meg karvaj, ők lesznek a sárkányok, hogy azért jön vissza karvaj. Hogy hát az tűnt logikusnak. Azok a sárkányok, akik mit tudom én, mit akartak, azok emberek lettek. Mondom, jó, akkor biztos ezzel kezdenek valamit, hogy ő lesz. De nem. Ő egy paraszt volt, aki varázsló lett. Hát érted a földműveléshez. Lehetett volna, hogy a botja az egyben egy kapa is, és akkor... Meg ez milyen tanya, hogy a nőnek nem volt lova az ekehúzás. Ez a fantasy, hogy nem lovakon, hanem bikákon lovagoltak. Ja, tényleg nem a kalvaj húzta, tényleg ezt el is felejtette. Annyira jellegtelen volt az a bika, hogy nem is emlékszem, hogy ott volt-e. Én amint nagyot röhögtem, hogy... Tudom, hogy tanyára laknak meg minden, de mikor ott dolgoznak, és kimegy a nő, hogy a kemény munkáért kiadós ebédjármit ad nekik, és szelet kenyeret, sajtot, meg egy kis hagymát. Nem basz kenyér. Ja, meg az a két paraszt, akik a orvosságért mentek a karvaj női ismerőséhez, hogy ott ja, szitták orva szájba, hogy ő egy baszarkány, de azért kell az orvosság ahhoz, hogy ne legyen semmi baj, és utána meg elhagyják a taját, és akkor jönnek a katonák, és akkor egyből beárulják, és akkor pénzreményével, hogy hol van a pénzünk, nem kaptok rohadt banyák, és akkor... La puta! De az tényleg vicces volt, igen. De ők is ugye semmiből jöttek azok a karakterek. Ja, és akkor még kijelenti a nő, azt hiszem, hogy bárcsak több ilyen ember lenne, mert ő legalább a gyermekért megtesz mindent. Ez képest egy gerinctelen féreg volt az a nő, tehát... Na milyen lehetett a többi? Jó, de hogyha a Disney csinálta volna, akkor a női karakterek az aktívak lettek volna. Szóval ez az egyelőnye megvan ennek a filmnek, hogy itt nincsen, hogy itt a diverzitás egyelően kezeli mindenkit. Igen, a férfiak is pocskosak, a nők is pocskosak. Bár nem sok fekete bőrű karaktert láttam a filmben egyébként, tehát erre azért még figyelhettek volna. De egyébként teljesen bizarr nekem ez az egész beszélgetés, mert így mondtok dolgokat, és meg vagyok róla győződve, hogy nem láttam a filmet, de közben tudom, hogy láttam. Tehát semmire nem emlékszem ebből. Igen, a Polkorosszal a legrosszabb Ghibli film, pontosan ez az. Nem, ez a legrosszabb Ghibli film, tehát ez valami téves információ volt, hogy tehát ehhez képest a Porco Rosso az zseniális, mert tehát hogy mondjam, ez a legrosszabb fajta film, mert ez az, amikor azt kívánom, hogy bárcsak legalább rossz lenne. Tehát bárcsak rossz lenne, mert akkor legalább tudnék róla mondani valamit. De semmi. Tehát ez nem Gedo senki, ez Gedo semmi. Ez a film. Mégis volt hatása a nyugati kultúrára nézve, mert a Terunak az arcán van egy piros folt, mint a Ready Player One-ban a női főszereplőnek, aki ocsmánynak érezte magát amiatt a folt miatt. És akkor ezért volt menekült a VR világba, mert én ocsmány vagyok emiatt a folt miatt. Ja, de igen, itt, itt Teru felvállalta, ő egy erős karakter. Szóval... Ott azért majdnem reflexből kimenekültem a moziból, amikor az ügynek. Ahhoz képest a Szörnyvárosban, vagy hogy hívták azt a szart, ott legalább... Szarabul nézett ki a nő egy kicsit, de ott tényleg lehetett érezni, hogy mintha egy vágás lett volna rajta, vagy karomnyom, vagy nem tudom mi volt az már. Amúgy itt, ami még jól mutatja, hogy potenciálisan milyen érdekes lett volna, hogy a film elején mondják, hogy a kardja különleges, mert olyan varázslat van rajta, hogy csak akkor lehet kihúzni a hüvelyéből, hogyha ember életet oltalmaz. És erre annyira nem volt epik, amikor a film végén előhúzta, hogy azt is úgy felépítették, és ilyen tök snasz, és a végén a hülye gyerek még csinál neki egy másik hüvelyt.
Tehát akkor gondolom megint nem lehet majd kihúzni, nem? Ezt majd megtudjuk a folytatásból. A regényben le van írva. Ja. Olvasd el a könyveket. Igen, az ötödik könyvben le van írva. Arra már nem volt idő. A harmadik oldalon, ugye a 15-ből. Igen. Igen. Nem, de arra emlékeztem, hogy ezt a filmet én... megint azt tudtam, hogy láttam, mert elvileg mindegyik filmjét láttam, ami az akinak, és így néztem, hogy küldtétek a listát, Földtenger varázsolja. Ez melyik? És így rákerestem, mondom, hát ezt de láttam, hát 5 pontot adtam rá, mondom. Akkor ezek szerint láttam, de hát mondom, nem baj, majd most újra nézem faszál, és hogy milyen jó lesz, és így semmire nem emlékszem az egész filmből, pedig 3 napja láttam, vagy 4 napja. Az éneklés megmaradt, meg most, hogy mondjátok az a két nőt. Tehát most, hogy mondjátok, így villannak be dolgok, de én olyan nyugodtan felejtettem volna el ezt a filmet, meg soha semmit. Nekem 2 oldalnyi jegyzetem volt elő a filmről, mert tudtam, hogy el fogom felejteni. De én, ja, értem, de én tökre irigyellek titeket, hogy ti legalább utáltok, tehát nekem még ennyi se jutott. Mert legalább utálni tudnál, de nem, mert nincs mit. Én rüvetem minden egyes percét az első 20 perc után rájöttem, hogy ez nem lesz jó. Ez nagyon nem lesz jó, azért egy Nausicaa meg minden más után azért ez nagyon kevés volt. És a poszter még pofátlan, rárakja a sárkány. Még kurva jó poszter van, azt a kurva. Mondom, fasz meg, ez jó lesz. Azt hiszem lehet-e így jártál, hogy na ezt nézzük meg. Azért raktam be, igen, mert mondom, láttam a posztert, és hát mondom, hát pont ezt hagyjuk ki, a sárkányosat. Rögtön a film végét. Ez olyan, mint amikor a Csodálatos Pókember 2-nek az előzetesébe berakták az utolsó jelet. Már a legtöbb Sony film ezt csinálja, hála az égnek a Pókverzumnál pont nem csinálták. Ja, amúgy szerintem ez a film azért annyira nem szar, tehát, de ezt is szerintem a DVD borítójára, hogyha ráírjuk, akkor szerintem ez tökéletesen visszaadja a film élményét, hogy annyira nem szar. Hogy annyira nem szar? Annyira nem de szar. De bárcsak az lenne. Igen, annyira nem szar. Úgyhogy... Ez az a fajta film, amiről egy hónap múlva semmire se fogok emlékezni, és akkor majd meghallgatom az adásnak ezzel szekcióját, hogy emlékezzek arra, hogy miért utáltam annyira. Igen. És ki a Földtenger varázslója? Karvaj? Arra én sem találnak jöttem rá. Karvaj. Valószínűleg igen, mert ugye sivatagba találkoztak. De akkor miért nem ő a főszereplő? Mert a vadon hercegnője. Ja igen, tényleg. Ha ő jól csinálta, akkor ez a film is jól csinálta. Hogy dicsérjük a filmet, de ez a magyar szinkronnak az erénye, Sörös Sándor jó volt a hangjaként. Ja igen, őt mindig jó hallani. És az angol úgy lett volna jó, ha Mel Gibson, ha már Sörös Sándor. Igen, az érdekes lett volna, de egyébként a legtöbb filmnek szerintem így összességében nem értettem, eltűnt a hang. Hallottam. Ja, azt bocsi, mondta, hogy a magyar szinkronok jók. Aha, igen, ezt mondtam. Én sem hallottam, de a kontextusból kiért találtam. Aha, igen. Hogy a legtöbb filmnek tök jó a magyar szinkronja. Ja, legalább nem az a fajta Animax minőség, amivel évekig élnünk kellett magyaroknak. Hát én a Nausicaát, amikor először elindítottam, ott a bajszos Ipsinek valami nagyon fiatal hangot raktak be, úgyhogy én váltottam japánra. Igen, ő nem tetszett. Ja, a mesterének? Mert igen, a mesterének. Volt pár bajusz. Igen, az egy kicsit fiatal volt, ezzel egyetértek. Meg a Totorónak a visongok kislányait se felejtsük el. Azért hát, az jó, nem volt tökéletes. Japánul lehet, hogy egy picit jobb volt. Jó, nem azt mondom, hogy tökéletes szinkron, de úgy összességében szerintem teljesen rendben van. Mit tudom én, a Laputái az tök jó volt. Az nagyon jó, meg a Vándorló Palutái. Amiről majd a következő Ghiblis adásban fogunk beszélni. Amúgy dolgot akartam még, hogy a Kikiben van egy ilyen tévedés. Gigi a macskája, Hím nemű, Kandúr és... És Willem Dafoe szinkronizálta. Nem. és magyarban is nő szinkronizálja. Tehát néha így nem tudnak következetesek lenni, de itt a Földtengernél ez... Mikor megláttam, hogy Willem Dafoe, hát ez szíven üt. Nő ide rakom egy képet a főgonosz nőről, és ne mondjátok azt, hogy ez nem nő itt a Discordon. Nézzétek, ez egy nő. Ez de ne felejtsd el, hogy Japán. Igen. Ja igen, lehet, hogy transzvesztita. A Yu Yu Hakusho-ban volt. Hát vagy csak smink és Photoshop.
Ja, már lehet, hogy látom benne Willem Dafoe-nak a sajátosságait, ami történt a világító toronyban, el tudom képzelni utána. Hát ez a világító torony befejezése tulajdonképpen, amit itt a képen látunk. Eljünk, rakjunk oda egy képet Willem Dafoe-ról is, hogy meglegyen az össze. Ja, ilyen előtte is utána a fotó. Én meg fogom hallgatni a nőnek, a csávónak a jeleneteit Willem Dafoe hangján, mert muszáj. De ezek után egyébként, úristen, ezek után engem is érdekel. A Speed 2 egy kurva jó szarfilm. Én imádom azt a filmet. Azt még mindig nem láttam. Azt nézd meg, az remek szórakozás. Én olyan jól szórakoztam rajta, bár tudni kell rólam, hogy én meg imádom a tengeren meg vizen zajló filmeket. Bár az akkor a földtenger varázsdójával mi volt a bajom? Hát alig volt benne tenger, szóval csak a földön zajlott az egész. De a Speed 2 az kurva jó film, kurva szarok a színészek, meg minden, de Willem Dafoe az menti a helyzetet, meg a finálé, az a szintű pusztítás, amit ott végrehajtanak, ahol láthatod, hogy égették a pénzt. Látod a vászlón, a képernyőn, el tudod képzelni, hogy ott van a rakat pénz, amit a Joker lerakott a raktárban, és elégeti. Na, az az utolsó 20 perc, az erről szól, és Istenem, de jó volt látni. Maketteket pusztítottak ott, nem CGI tenger az egész. Aj, gyönyörű az a film, ez zseniális. Na, napokban újra fogom nézni, az muszáj, az olyan szar. Meggyőztél. Black Sheep az is sok mindent elmond róla, hogy Willem Dafoe egy utasszállító hajót egyedül foglal el. Jó, hát ilyen fejjel én is menekülnék, ha megjelenne ez a csávó. Bár... jelenetem az, amikor túszul ejti Sandra Bullockot, aki elmenekül, és így, hé maga, hova megy? Hát maga a túszom. Mindent elhangzik a filmben. Nem, bár... nekem örök klasszikus, tehát a mestergyilkos felállásban meglátják a bombát, amit a film végén a főgonosz tett oda, és a Jason Statham megállapítja, hogy ez meg akar minket ölni. Ez soha nem fogom elfelejteni, ez az a pillanat, ahol újra definiálódott számomra a film, mint fogalom. Vagy a Szállító 3-ban, amikor a Gecko leszedi magáról a kötést a kocsiról, holott, hogyha a kocsi maradna, biztonságban maradna, de ettől függetlenül ő leszedi magát a kocsiról, és akkor nézi, hogy bazd meg, felrobbalak, és bum! Hú, nem gondoltam volna, hogy lekerül rólam, hogyha le... Tehát ez körülbelül ez a kategória. Úristen! Hát ezek jó filmek, ezeket azért szeretjük. Hát a Szállító 3 az nem, a Speed 2 az sokkal jobb film. Hát azért az nem olyan nagy. Ez nem olyan nagy dicséret még. Hát lehet követni az akciókat, szóval. Aszta! Nincs agyon vágva. Meg van vágva. A napokban jobb ne firtatni, abba mondtam a srácoknak, hogy van egy klasszikus film a Lugosi Bélával, Fekete Péntek, és van egy jelenet, ahol bezárják egy szobába, és kiabál, hogy engedj ki, elmondom, hogy a pénzt a sütőbe rejtettem, elmondom, ha kienged. És kiengedi? Nem. De az lett volna vittes, ha ki is engedi. De és kinyírják Lugosit, úgyhogy. Ó. Teljes beleéléssel, angol kiejtéssel. Engedj ki, elmondom, hol van a pénz. A Lugosi ellentéte a savasi? Ja. Vagy a női megfelelője a Lugosi Bella? Na jó, akkor azt mondom, hogy fejezzük le ezt az adást. Nézzetek Speed 2-t. Igen, és ez volt ugye az első felvonása a Ghibli maratonunknak. Még vissza fogunk térni Ghibli filmekkel nem is olyan sokára, amint megnéztem a következő 6 filmet. De amilyen maradandó volt a Földtenger varázsolja, újra meg kell néznünk ahhoz, hogy újra beszélhessünk róla. De nem fogunk róla újra beszélni, ez a veszély. Hú, én aztán pont nem fogok ráérni a következő adásra, pont dolgom lesz. Igen. Fontos dolgom. Nem, akkor majd a Földtenger varázsolja audio kommentár lesz. Akkor mindenről fogunk beszélni, csak a filmről, nem? Igen. Úgyhogy, ja, remélhetőleg a következő Ghibli-s adásra is visszatér a Black Sheep, ezt most adásban mondom el, érezve a nyomást. De én nekem most pont ez jutott eszembe, hogy itt beszóltam ezt, és nem volna hívni, és akkor a fasznak tűntek majd. Úgyhogy bocsánat.
Nem, nem. De jó, persze, persze, természetesen, hogyha szívesen, vagy hogyha nem bánjátok, akkor szívesen jövök. Hát még megbeszéljük az adás után, hogy bánjuk-e, nem bánjuk, tudod, most még... Persze, persze, mindenképp, tehát számoljátok össze a... Ki kell tölteni az értékelési papírokat, stb. Tehát... Jó, jó, küldjétek majd el, számoljátok a szarpoénokat, és akkor meglátjuk, hogy a limiten belül voltam-e. Osztunk, szerintem osztunk, nem, de... Szorzunk. Jó. Van az a pénz, ami még átenged a rostá. Az lehet, csak nem nálam. Mert amióta most válságban, így nem kapjuk a Disney-től a pénzt, szóval minden bevételi forrásnak tudunk örülni. Ja. Ez a szar, hogy a DC is megvonta az utalást, pedig ma úgy fikáztam volna a fekete özvegyet, de hát így ez nem lehet. Igen, hát engem most a Michael Bay meg a Paul V.S. Anderson pénzelnek, aztán megmagyaráz a pár utalásomat az adás közben. Úgyhogy... Ja, tényleg, hogy elvegyük Black Sheep kedvét, hogy ide jön, én meg a Lehel élveztük a Six Underground-ot. Én is maga rendkívül szarmódján élveztem, tehát hihetetlen volt. De én nem tartom egy rakás szarnak. Jó, hát... Szíved neked joga. A Speed 2 is tetszett, tehát... Jó, az maga módján egy mestermű, szóval. Ja, jól van, majd nem sokára akkor visszatérünk, még lesz sok adás, és egy kis teaser még, hogy remélhetőleg a közeljövőben visszatérünk egy legendás filmnéző témához, a Star Wars sequel filmekhez. Úgyhogy jó. Ez jó, arról úgyse beszélt mostanában senki. Mostanában nem beszélt senki, és mi sem beszéltünk már minimum 5 adásban róluk korábban, úgyhogy... De most, de most is felmerült a Last Jedi néhány szó, meg a Rise of Skywalker, igen. Szóval... De most ennek a nagy... adássorozatnak egy nagy epikus konklúziót kell kerekíteni, úgyhogy ez egyszer utoljára visszatérünk hozzá. Hát még a Adventures in Dinosaur City audio kommentálunk még hátra van. És még azt is pótolnunk kell, amit remélhetőleg így a vesztek zár alatt több lehetőségünk lesz bepótolni. Úgyhogy ja, ezek lettünk volna már 36. alkalommal. Azt a kurva. Itt volt velünk Black Sheep a nagy konkurenciától. Képviselni. Igen. Nagyon jó volt, köszönöm. Ja. Végre beszélhettem animékről, én úgy élvezem ezt. Úgyhogy köszi a meghívást még egyszer. Akkor majd legközelebb a Your Name-ről, a Bold Beast-ről is lesz szó, meg akkor még mit nézzünk meg. Én simán benne vagyok, hát csináljunk izét, Satoshi-kon maratont. Meg Satoshi-kon, az még rövid is. Satoshi-kont azt még vállalom, mert annak legalább jó filmjei vannak. Meg a Perfect Blue az olyan, amit még pótolnom kell, mert még csak az még egy hatalmas elmaradáson, de elkezdtem magyar szinkronnal, és rájöttem, hogy ez kurvasz a magyar szinkronnal, ez feliratkozja. Vagy... Szerintem teljesen jó. Nekem nagyon nem jött be. Jó. Pont azért jó, mert nem jó. Na, általában japánul szeretem nézni, szerintem úgy sokkal hatásosabbak az animék. Én is szeretem feliratosan nézni őket, de van, amikor csak a magyar szinkron eljöhet. De ez a befejezés nem akar összejönni, szóval sziasztok! Ja. Csá! Sziasztok! De rendben, tényleg köszönjük még egyszer Black Sheep, hogy itt voltál, és akkor nem sokára majd újra fogunk animékről diskurálni a Filmnéző Podcastben. Úgyhogy ja, akkor mindenki egyesével köszönjön el! Sziasztok! Egy! Na puta! Romra! Igen, romra. Nem, mehet, akkor csak számoltam, hogy kiköszönt már el, akkor Lion már elköszönt, akkor Black Sheep mondta, hogy la puta. Én is mondtam. És sziasztok, nem tudom. Megint egyszer. Bocsánat. Cső. Jó, sziasztok. Majd berakom a intro zenét ilyen hosszú loopra előtte, hogy ki legyen választani mindenki. Sziasztok. Sziasztok.